Hello, hello, srácok! Szevasztok! Üdv mindenkinek itt élőben a Twitch-en, meg a Pacsi a YouTube nézőknek is! Én Nessali barát vagyok, és végre ma hozzányúlunk a bakancs listához, és elkezdünk foglalkozni a Sims 4-jel. Hát voltak már a korábbi években videók még fiatal, tudatlan kis youtuberként, meg talán egy stream is volt 2-3 éve, de most belevágunk, és végig fogjuk játszani. Vagy nem, az így nem így működik. Az. Akkor belevágunk, és benne fogunk vágni, ameddig jó. És utána pedig kivágódunk belőle. Kijátsszuk, kivisszük, csak én fogom eldönteni, hogy hol a vége. Jó? Ez fog történni, hölgyeim és uraim. Üdv mindenkinek még egyszer, szevasztok, szia Csataklub, Martin, Nettus, Szabina, Nixi, Miami, Zsanett, srácok, köszönöm szépen, hogy így sokan, így lelkesen itt vagytok, szükségem is lesz rátok, mert hát azt érdemes tudni, mielőtt tényleg itt belevágunk a lecsóba, hogy az én tudásom a Simshez, az hát valószínűleg annyi, mint édesanyátoknak, édesapátoknak, testvéreteknek, tehát bárkinek, aki nem videójátékozik, mert hogy hát Sims-eztem én, játszottam az 1-jel, 2-vel, 3-mal, mindegyikkel játszottam annak idején, a 4-jel is játszottam, de igazából a mai napig nem tudom, hogy mit kell csinálni a Sims-be, én szép házakat építettem, azt jó van. Úgyhogy, hát most megpróbáljuk minél több aspektusát így felgöngyölíteni, remélhetőleg vicces lesz, nekem is szórakoztató lesz, meg nektek is, aztán hát majd, hogy meddig, meg hogy, meg miért, meglátjuk. Hagyatkozzon majd itt élőben is a chaten a tipjeitekre, javaslataitokra, fogok kérdezni, nem kell vakon backseatelni, és hát nyilván a YouTube kommentekben is jöhetnek a tervek, tippek, ötletek. Az biztos, hogy azt tudom, mert az már legutóbb is volt, hogy lehet benne influencernek lenni. Tehát igazából azt fogja csinálni a Simem is, mint én, ülünk a gép előtt, és a retek sok pénzt, mármint hogy... és kialakítunk egy kiváló közösséget, amitől a Simünk boldog lesz. Ezt fogjuk csinálni, úgyhogy srácok, természetesen PC játszok, szerintem a világ összes kiegészítője megvan, azt ne kérdezzétek meg, hogy miért arról nem beszélünk, nézzük meg, hogy mit tud Nessali a Sims 4-ben. Maxis. Hát én inkább minimális vagyok, mint Maxis, de... bízzatok bennem! Valami lesz! Hát... mi ez a... délutáni Mónika Show hangulatos zene? Na! Abban a pillanatban... New Game! Most így mindenki dőljön hátra, vegyen le mindent magáról a fehér nemükön kívül, meg karaktert fogunk generálni. Hogy Vagano, milyen Pagani? Customize Customize! Igen, én akarom megcsinálni a karakteremet. Milyen idős vagyok? Na, már itt ilyen baj. Young adultot kezdjek, vagy adultot kezdjek? Adultot kezdünk, nem? A young adult, vagy az is tud mindent, a young adult? Lehet young. Nem akarok ilyen egyetemista, csicska gyerek lenni, felnőtt vállalkozó influencer akarok lenni. Young adult. Az leszek, young adult. The best food is. De amúgy mik ezek a kérdések? Hagyjál játszani! The best food is... saját magam csinálom, de hát egy séf csinálja a kajámat. Ámacs... De amúgy nincsen normális karakterkreátor? Hát ki az Isten kérdezget itt engem? Hát én majd megcsinálom a karakteremet. Rámentél a sztoris sim kreálásra. Hát én nekerenek, takarodjál innen. Hát itt ki az, aki engem faggat? Bunkóba, hát nem válaszolok senkinek. Hát, jó Isten, itt leszól a mennyből, jó, hogy nem a telefonszámomat kéri el. Would you like to create my story? Nem. Na ez az. Megtaláltam, taps? Megtaláltam, nagyon jó. Hát beszarok, hogy egy ilyen Blik villám interjúval kezdődik a játék. Ilyen van. Na, hello, my name is. Ott a bal felső sarokba. Nessali a keresztnevem, és Nessai a vezetéknevem. Nessali Nessai, és hí vagyok. Nagyon hí. Oké. Okay. Azt mondja,
Most már elég a Mónika sós muzsikából, tompuljál már egy kicsit. Hogy kicsit. Csitú. Ja, úgy. Itt úgy szól a pornó zene háttérben, hogy mindjárt magamhoz nyúlok. Igen. Na, és akkor hogy tudom... itt vagyunk. Nagyon jó. Ez az. Ne szali, ne szállj. Hát most megcsinom magam, de hát sapka van rajtam, hát vedd már le azt a sapkát. De itt külön be lehet állítani minden alkalomra, hogy hogy öltözök föl? Fú, az everyday. Na, azt vedd le azt az ocsortány sapkát a fejedről, jó? Arc. Hát nem vagyunk ilyen spanyolosak ennyire. Milyen bőrszínem van? Hát ez kicsit ilyen keletoid jellegű. Mind nagyon spanyolos itt mindegyik. Ez jó, ez ilyen emberi színű. Lehet mozgatni a cickómat? Oda néz. Hát már most ott gyurma van. Fú, bajba leszek a karakter kreátorral. Igen, arc. De várjál már, mi ez? Skin tone, face, detail. Mi ez? Hát édes jó Istenem. Hát mi ez a 86 ezer? Na jó, nyugi. Haladunk. All. Jó, tehát ez a színem. Arc? De most mi lettem megint izé? Lucas Hernandez maximál. Az archoz a bőrszín hozzátartozik? Várjál már. Na itt meg ilyen, hát milyen csúnya az összes. Hát mi az a pina áll? Már vagy csánad. Fú. Hát lehet, hogy jobb lett volna a Monique a Blick interjúra. Hát mi ez a majom fej? Már bocsánat. Na jó. Nyugi. Skin details. Nem érdekel a skin detail. Csak egy normális fejet adjál. Ne, inkább hol az alapfejek? Hol ezek csak a hajak? Nem lehet normális arcot állítani, srácok. Most már tényleg. Detail edit mód. Ne detaileljén. Arc. Hát egybe arcok. Arc? Ez egy jó arc. Na ennek a színét akarom átállítani, a pocok fejűt. Így. Én vagyok. Nagyon jó. Ne nyúljál hozzá. Ne nyúljatok semmihez. Ez az. Nem vagyok ráncos, fiatal vagyok, és életerős. Lehet ilyen fuchsos szájat csinálni, neki beszarok. Nyisd már ki a szádat, hát nem látom az aranyfogadat. Melyik a normális fog? Hát az összes ilyen idióta. Csak ilyen vámpír fog, normális fogad legyen, légy szíves. Jó, hát max nem nyitjuk ki a szánkat. Nem kell szkár, nem kell sebesülés, semmi. Jó, haj. Jó, túl vagyunk a bőrön, arcon, ez vagyok én. Na, ennyi haj van? Ne röhögjé. Várj, a hajakat is külön lehet állítani az öltözethez? De mi? Hát 12 éve van Sims, azt 3 darab hajat sikerült berakni a játékba. Ó, édes Istenem. Na várjál, maszkulin. Outfit kategori... Nem, ezt nem tudom, mi az a textúra filter. Én csak Sims-ezni akartam, gyerekek, semmi gond. Ez. Így. Összetoltam az arcát! Így. Hát nem szabad hozzányúlni semmihez, mert összement az arca. Hát már most izzadok. Nincs ilyen csücsöri szá... Ne hagyjál a szájával. Haj. Ez egy férfi... Ne, ez. Ez egy haj. Fogjuk rá, hogy haj. Lehetek szőke? Jó, inkább ne erőltessük amúgy. Ez így nagyon jó. Szakál? Adjál szakált, ami eltakarja a pofámat. Így, nagyon jó. Most hirtelen 60 éves lettem, de... Ezzel már nem törődünk. Ja, várjál, itt vannak ilyen góti... Musztás? Ne csilingeljé! Van már kész Nessai modell a community-be? Mi olyan is van? Open Library. Community. Hol van community? Én itt nem tudok olyat, hogy community. Van már kész Nessai modell? Hát de az úgy nem jó, hát nekem kell legenerálni. F4. Ottan... Nézd meg. És akkor mit csinál? Nessai. Hát nincsen ilyen. De várjál, itt ilyen házak vannak. Itt ember nincsen, itt ilyen házak vannak. Atya úristen, normálisak vagytok? Végre elkezdtem haladni, nem kell.
Jó, most már mindjárt készen vagyunk, most miért vagytok ilyenek? Ott van a Nessali. Sapka nem kell a fejére. Az hülyén néz ki. Igen, ez ilyen piercing. Nincs nekem ilyen piercingem, meg hagyjál bék. Ez mondjuk jó ez a szempa, de ettől tényleg 70 évesnek nézek ki. Nyaklánc. Na, az Illuminati nyaklánc mehet. Nem látszik, hogy rajtam van, de elhisszük. Úgy, az jó. Itt vannak ilyen szempák, az mindegyik hülyén néz ki. Jó, ne, én ráraktam a nyakláncot. Ott van a Illuminati Fuchs. Jó. Make-up. Nem kell make-up. Jó. Ez az, ez az. Na, ez, hol lehet a szemét állítani? Jaj, levett, jaj, hát lenyírta a fejét, jaj, anya, de tedd vissza a hajad, mi történt? Hova lett a hajad? Ó, bazdmeg, ez volt a hajad, nem ez volt a hajad. Ó, jaj, hova lett a hajad? Ez így jó, jó, de jó, hajad is milyen, jó. Hol lett szemszín? Szemszín? Segítsetek, csík. Holtom át, rá lehet kattintani, de megint félek, hogy szétugrik. Ott a szem... nagyon jó, nagyon jó. Hát valami világosabb legyen. Ennyi zöld szemesen kell. Jó lesz. Jó? Nagyon jó. Nagyon jó? Nagyon... Jó, velem van még minek... Ne röhögjél a cseten, ne röhögjél a cseten. Megoldok mindent, jó? Fú, már érted, már... A vádlimon csorog az izzadság, olyan kemény ez. Jó. Nagy ruha. Ruhát kell állítani. Rákattintottam a ruhára. Nagyon jó. Jó, oké. Ez az. Várjál, ez itt meg... Body. Body. Ne állítsa a bodyján semmi. Mondjuk kigyúrni. Ki lehet magam gyúrni? Várjál azért. Ú, de ronda a szímem. Na mindegy. Body. Ott, na az, ott, ez én vagyok. Úgy, ott full muszkli. Úgy, hát mondjuk azért nem kell ilyen görög dínye vállat csinálni neki. Úgy, hát így nézek ki. Hát konkrétan ez egy, nézd rám. Hát szeri, egy az egybe, ez én vagyok. Nagyon jó. Ez a body. Azt mondja, te tovább. Hű, na várjál, hát ne nézz oda. Hát fiatalok vagytok még ehhez. Nincs tetoválásom, hát bazd meg, a kenőkéstől megijedek, nem hogy szurkáljanak engem ilyen tűvel. Tetoválás, nem? Body scar, skin detail. Hát ne legyen. Hát szőrös a hátam, az be lehet állítani? Mármint, hogy nem az, nem. Igen, jó. Ez így jó. Ez volt a body. Igen. Style looks. Nem tudom ez mi, ez kell nekem? Ne, hagyjál még. Hogy néznek ki ezek a bábuk itt, undorító? Na majd én itt figyelje ide. Azt mondja, hogy... It's on us. Na ott van rajtam az Illuminati nyaklánc. Na valami gémeres. Gémeres? Hát ez nem gémeres. Blues. Hát nem hiszem. Jakó. Az amúgy egész gémeres. Sziaszt. Ott az a Nessai FC mez konkrétan. Azt amúgy nem is rossz. Ez ilyen gémeres. Gémeres. Ne, jó lesz. Most úgyse fog. Amúgy később lehet állítani a ruhákat? Mert tudom, hogy van ilyen focis ruha, meg ilyen minden ruha. De most csak egy ruhát, ha csinálok neki, az elég? Kékeres, gémeres. Igen, nagyon jó. Na, gatya. Várja, toppok, full body. Gatya, nagyon jó. Na, hát valami kevésbé tapadós pántlikát kellene. Szoknya is jó amúgy. Ott a kígyú, ott, ez a combvillantós. Combvillantós gatyám. Teljesen jó. Na jó, talán esetleg mégse. Sor. Hát amúgy figyelj, egész nap otthon fogok ülni, szóval amúgy nem kell hosszú gatya. Aha. Jól látod, igen, itt divat van. Mi az a szerelős farmer? Ne szereljé semmit. Azt mi az? Ez meg ilyen szkafandernek néz ki. Hát nincs egy normális nadrágot, te. Cropped. Ú, ne, ezek ilyen trendik, mert ez ilyen bokavillantósos.
Csak hát megszorul szegénynek a pöpöse, ezt sose értettem ezeket a gatyákat, hát a kapitánya mi lesz? Na ez ilyen lazasított, nézd meg, ez, ez az. Ez ilyen lazasított nadrág, ez kell nekem? Fekete. Vagy szürke nincs? Állítólag a lányok a szürke mackó nadrágra indulnak be, ezt nem tudom hallottátok-e, de ha nem tudjátok, most mondom. Ez nem megy a pólómhoz az a baj, tehát hogy ilyen fekete lesz. Nagyon jó. Mi az, hogy igénytelen? A fejetek az igénytelen. Na, cipő. Cipő. Ez az. Hát valami, ott, fehér surranó. Na, az egyébként pont jó az a fehér surranó, nem kell túl gondolni. Mi az, hogy enyhén csöves? Mi az, hogy enyhén csöves? Hát teljesen normálisan néz ki a fiatalember. Na. Várjál, ilyen zoknit nem lehet ráadni? Hát bár amúgy igen, végülis rövid nadrág titokzokni, végül is szarni rá. Jó lesz az úgy. Úgy. Ez így jó. Hát nem tudjátok, hogy mi a divat. Majd azt én tudom. Kicsit úgy néz ki, mint egy törökem. Mi az, hogy török? Hát anyátok csája a török. Hát ez én vagyok. Mondjuk ez a szemszín, ez amint egy macska szeme lenne. Adjál már valami normális szemszínt. Legyen ilyen szürke. Úgy. Ez az. Nagyon jó. Na azt a karkötőt, azt ilyen órát hol lehet rárakni? Mert az, hogy cicifixet itt lehet, azt látom, de az nincsen nagyon cicim. Márhogy amúgy van, de ez az én problémám, itt a Sims-ben nincs. Hogy lehet a kezemre, hogy lehet fuxot rakni? Itt rákattintok, de nem akar nekem fuxot adni. Adjál már. És akkor nem mondhatják rám, hogy ilyen lakatos Leonidas vagyok. Nem rövidebb a lába, mint a keze. Ne, fogjátok be a... Ne, na... Nyugi. Nyugi. Nincsen ingyen kebab. Kiegészítők a nadrágok alatt. Kiegészítők. Aha! Na várjál, itt. Ott a sportoló vagyok, tehát be van kötve a kezem. Így. Így, tehát tudják a lányok, hogy kemény vagyok. Úgy. Mondjuk a jobb keze van bekötve, az mondjuk a recskán... Mármint, hogy... Igen, na mindegy, ezt elengedjük. Ott az sportsérülés. Na a fuxok, úgy. Hát mondjuk most már tényleg kebabárus leszek, de... hogy lehet átrakni a másik kezére? Meg azt hogy tudom levenni azt a csuklószart róla? Hát valami van a kezin. Valamira, azt vedd le róla azt a undormányt, légy szíves. Hogy tudom állítani, hogy melyik kezére rakja? A másikra rakjad, ne arra, a másik kezére rakjad. Az hogy lehet? Nem lehet, ha hogy? Amúgy igen, amúgy az egeret kattingatja azzal a kezével, azért van bekötve. Másik kézikon. Há, hol mondjátok? Én esküszöm, megpróbálom látni a láthatatlant. De most ezt meg a másik kezére rakja, de miért? Ja, hogy kétszer kell rákattintanom? Görges föl. Ja jó, na mindegy. Na, a másik kezére. Hát valami aranyórát rakjál. Mondjuk az se rossz. Nagyon jó. És a fuchs. Fuchs, nagyon fuchs. De itt csak az egyik kézre van fuchs. Ja nem. De miért csak arra a kézre van aranygyűrű? Hát toljad tele fuchsokkal. Ez az. Azt is lehet. Ott aranygyűrű. Hát azt mondjuk kicsit ilyen... hát... De mekkora keze van amúgy tényleg? Ezek... Ez nem jó, azok a gyűrűk, azok annyira nem jók. Egy ezüst gyűrű. Na, az egészen jó. Ezüst gyűrű, aranygyűrű. Teljesen oké. Így. Nagyon jó. Very fuchs. Ja, ott az okni. Egy ilyen színes... Egy kicsit kilógat, titokzog. Hát még mindig jobb, mintha nincs rajta zokni. Így nagyon jó. Very boka villantó. Ez az. Kész. Valamit még akart. Nem Karim Benzema! Ez én vagyok! Istenem. Valamit kellene még állítanom. Én így tök jó. Tök jó. Szia uram, színes fém nem érdekel? Az Isten verjen meg benneteket.
alkalmi ruhák? Nem, hát az még később van. Szia, csípős hagyma, mehet be. Na, inkább megköszönöm a szabokat, mielőtt tovább megyünk. Köszönöm szépen, hűha. Na, ez várjatok, ez most Eminem rappes lesz egy picit. Tibi, Matyi, Olivia, Natót, Lina, Kisnemes, Vasművész, Matyi, Nyúszika, köszönöm szépen az ötös giftet, Ricsi, Univerzális Dino, Jenny, Kóla, Tesz, Lendi, Maki, Verem, Silvers, Tibi, Cincik, Rohika, Vasművész, Viktória, Kriti, Norbi, Sandy, Sils, Szabó, Bence, Áron, Apollo, Leia, Ava, Klein, Eva, Klein, Icsi, Arven, Wolverine Guy, Balog, Balázs, Maple, Csusza, Herbálocska, Vivcsó, Ivju, Ajdukádi, Kazarbertov, Cipella, Csanasz, Atosz, Vivi, Leper, Kollektíva és Anamski. Köszönöm szépen nektek. Na, szóval, jó lesz-e ez így? Srácok, most jokes aside, van rajta ruha, van-e valami még fontos, vagy mehetünk a személyiségekre? Nem kapok levegőt. Jó. Smink? Nem kell. Alvóruha? Ha mondjuk lehet, hogy az fontos, mert aludni fogunk. Ez a formáru. De várjatok, vannak ilyen készruhák, akkor a többihez bedobunk ilyen készruhákat, mert most szarok én rá. Ott tessék, ilyen öltönyös, az tök jó, csak mondjuk a cipőt is adja a fúruhákhoz. Ez mi ez a anime szex ruha? Nincs egy normális... Azt vett föl úgy... Hát de ezek is milyen ocsortány színek, tehát mindenkinek ilyen ízlés ficama van, aki ezeket csinál. Ez mi ez? Hát nincs egy normális fek... Úgy, bazeg, fek, kész! Tök jó! Egy normális lépőt, surranót rakjál már rá. De nincs rajta zokni. Hát nekem kell rárakni a zok... Úgy legalább nem látszik ki. Jó, Hitman, oké? Okay? És mi veszi le a gyűrűit? Hát ne vedd már le a gyűrűidet! Ez tök szaram úgy. Hát mi veszi le a gyűrűit? Azt nem lehet, hogy a accessori az rajta legyen mindig? Hát meg ne vedd le a izé... A magadhoz nyúlós... Jézusom, mik ezek a karmok? Ja, még a lábkörmét is lehet... Na jó, nem. Jó, sportruha. Hű... Hű, nem? Na ezt, ott es, a tetyákkal. Így, nagyon jó, így, ez az, ez pontosan az. A tetyázós ruha. Nagyon jó, alvó ruha. Pucér nem lehet? Ne, hát egy darab, nincs egy boxer alsó. Mi az a törülköző? Hát egy kisgatya. Ott pont így. Kicsit aránytalanak a karakteremnek a combjai, de ez ilyen fürdőnadrágnak néz ki. Mondjuk lehetne rózsaszín a kisgatyája, de... De hallod, azzal gyereket lehet szülni azzal a csípővel, hát hogy néz ki? Hát ér, hát összeér a combja, de az izomtól, érted? Hát de így is, hát ha leslankítom, akkor is. De mik ezek? Hát én nem vagyok testképzavaros, de azért... Úgy. Anyám. Jó, ez így egy fokkal jobb. Na, te siszt ki magad most. Összehúztam. Már itt össze is köpöm a mindenemet. Ha már kinyitom az ablakot, mert csorog rólam az izzadság. Ilyen stresszes dolog, mint a Sims, nincs másik. Na, ez mi? Ez ilyen parti ruha. Hát most parti ruha, hát nem lehet az utcagenges. Tessék, ez parti ruha. Mondjuk nem tudom, mi az a cipő. Hát mi, Jedi lovagnak? De ez a cipő az mi az? Ez amúgy egész jó. Hát nem vennék föl ilyet, de most egy Sims karakternek egész jó. Úgy, vegyél föl valami bakkancsot, vagy mit tudom én. Aha. Úgy, de hogy az oknit mindig rá kell adjam. Hol van az okni? Vegyél már föl egy normális zoknit, úgy. Jó? Na, pancsi ruha. Hát, de... Öcsém, csak egy kis, azt vedd már le, hát szégyelled a felsőt. Jaj, én tudom, hogy... Nem túl mély a kivágáson? Nem, a tök jó, nem kell túlkapni, hát az...
Igen, úgy. És akkor gatyeszka, ez mi ez? Mi tetoválást rak rám? Hát mi vagyok, én kis hableány? Hol van fürdőgatya? Short. Hát vegyél fő valami színes shortot, úgy tök mindegy, hogy mi az. Úgy fekete, színesen öltözködünk, jó? Ez mi? Meleg idős ruha. Na most várja, külön ruhát kell beállítani a meleg időre? Meg a hideg idő... Mert télire még azt mondom, hogy oké. Okay. De és akkor azt mikor használja? De mi így váltakoznak az évszám? Úristen, mi ez a pimperóni? Ó, bazeg. Ja, változik az évszak. Fú, itt azért lesz baj. De ilyen ruhám már volt? Hát jó lesz az a izé, csak bedd le azt az ocsortány fedórát a fejedről, légy szíves. Mondjuk lehet másik ocsortány fedórád, méne? Legyen fedórád, hát már úgyis undorító vagy, rajtad röhög az internet. Most már mindegy, nem? Ott az űrbakancs a téli ruhához. Nincsen valami, ott az, úgy, meg vegyél föl zoknit, mert felfázol, hát miért kell mindig szóljak a zokniért, úgy. Aha, hát úgy nézel ki, ahogy mondjuk, tehát nem mutatkoznék veled, de mindegy. Jó? Ez az, és nyári ruha. Nem lehet kopizni ruhákat, srácok, hogy ez legyen a nyári ruhám? Tehát nincs, hogy kopipaszta, és ugyanezt berakja a nyári ruhához? Olyat lehet? Nincs? De hát most hogy keressem ki ugyanezt? Nem muszáj csinálni. Hát oké, hogy nem muszáj csinálni, de most legyen már. Egyszer beállítjuk, az cső. Most már, ha nekiálltam, akkor legyen. Csak így miért nem lehet átkopizni? Ha beállítanám ugyanazt, de nem emlékszem, hogy hol vannak. Ruha, shirt. Tökre gáz ez. Azt mondod magadnak, reggel a tükörbe vegyél fel valami újat, rajtad röhög az internet. Elmented a ruhát és betöltöd a másik ruhánál. Na de hogy mentem el a ruhát? Itt nincsen ilyen sáve ruha. Csak randomized van. Nem tudom, hol lehet elmenteni a kollekciómat. Melkasszört még állítsál be neki? Nem, hát leborotvált, a kicsit ilyen metroszexuális jellegű. A csajozós nyuszi papucs az megvan. Ballent lehet elmenteni. Hát én nem látom. Az mi? Mi az, csak a randomizáló. Jó, hát akkor csinálunk másik meleg rucit. Adjál valami mást. Ja, ez a téli ruci. Jó, mindegy, akkor ez lesz a téli rucin. Most már elállítottam. A cipőt nem állította el, nem jó. Úgy. Amúgy így. Hát ebbe a köntösbe ké van, az ké. A ruhánál vannyi, ott lehet menteni. Én nem fogalmam sincs, hogy miről beszéltek, hogy hol lehet menteni, pedig esküszöm, szeretném, ha tudnám. Nem látok ilyen nyilacskát sehol, ezzel forgatom, ezzel visszalépek. Azzal mentek. A napocska fölött. Ez az, nézem. Oh! Ez, nézd, és tényleg ott van. Plusz. 1-2. Aha. Aha. Hát ettől így nem tudom átállítani másikra, de tökre örülök, hogy ezt az 1-2-t megnéztük. Ilyen mentést, ilyet itt nem látok, de... Hát az oké, hogy ott ki tudok választani másik ruhát, de nem ez volt a kérdés. Na mindegy. Igen. Hát most az a baj, hogy hülye gyereknek nem tudom, mit állítottam be. Ruhának. Igazából már nem akarok szarakodni vele. Az alapruhádat használd, azt úgy rakjál fő valami gatyát, mit bánom én, mit raksz fő. Atya, úr, Isten, de undorítan néz ki a karakterünk. Nem baj, távolról nem fog látszani. Mi az a vál? Hát egyre szélesebb a vála. Úgy. Meg vegyél fő valami papucsot, mit bánom én, hogy mi van már rajtad, haladjunk.
ott egy surranó férfiben nincsen? Egyébként. Nem nagyon, ahogy látom. Ott az ilyen, hát ilyen kis papu. Fú, bazzeg ezt. Úgy, az jó. Az jó. Nagyon titokzokni nincs hozzá. De hogy ilyen nem mondod el senkinek annyira titokzokni. Na nincs. Jó, így jó. Na ott a Summer Nessali. De most az a kettes lett, az egyes törölt ki. Úgy. Kész. Befejeztem. Kész. Vállát is össze tudom húzni. Battle of Foy. Ne magyarázzál, hülye gyerek. Tényleg össze tudom húzni. Úgy. Na jó. Köszi, hogy itt voltatok, én elfáradtam. Fasza volt ez a Sims, remélem, hogy tetszett a stream, srácok. Az anyámat. Jó, nem, viccelek, feljelgessétek a Prime-ot, és utána rámegyünk Nessali Nessai tulajdonságaira. Tehát Nessali Nessai kiváló kinézete megszületett, nagyon zorallok vagyunk, nagyon trendik vagyunk, egyébként pedig veri kocka gémerek, de ez részletkérdés. De röpke 40 perc, mi az? Ne. Na, személyiség, ide kell kattolgassak, ugye? Aspiration. Na mi az aspirációnk? Köszönöm szépen közben, Hájas Murka, nagyon köszi a támogatást. Babó Valentines, Balog, köszönöm szépen. Kutusov, Bene, Patronaut, a Pulykatojás, Gege, köszi srácok. Na, mi az, hogy Star Wars? Mi az, hogy Star Wars? Hát ilyen van, ha beperelem. Nem. Mi kell nekünk? Influencer akarok lenni? Pénz. A pénz az lehet? Ja, nem popularity. De ilyen de nem lehet, hogy csak a pénz. Muszáj a popularity-re menni, ha influencer akarok lenni? Ha pénz. Nem, a popularity-hez barátkozni kell. Hát szom akar barátkozni. Pénz. Pénz és... Owning the biggest, fanciest home... Rich and successful career. Az. Pénz. Nagyon jó. Pénz. Nagyon jó. Ez az. Úgy hány ilyen... Likes and dislikes. Azt mondja nekem. Mit szeretek? Ez mi? Ja, hogy itt be lehet állítani, hogy milyen színt szeretek? Ez most komoly? Komoly? Be lehet állítani már a Sims-be, hogy milyen színt szeretek. Tehát ez fontos, de tényleg, ez a fontos, hogy mi ez. Ez gameplay meg. Fú. Aha. És ott szeretem a feketét, igen, a kéket is, a barnát nem. Szeretem, a zöldet nem, narancsot igen, pinket nem, az Újpest nem, vörös fe, igen, sárga, jó. Nagyon jó. Nagyon jó, de amúgy muszáj beállítani az összeset, vagy nem kell az összesen. Music, nagyon jó, amúgy nem fogom még csinálni, ne aggódjatok. De tudod, mi van, ha nem állítok be semmit? Nem kötelező, jó, a színeket beállítottam, többit leszarjuk, jó. Na, trétek, oda nézzél, és akkor itt lehet ugyanabból hármat, ugye? Nos, romantikus, vicces, kreatív, géniusz, nem, ez nem. Geek vagyok. Ez az. Geek, tutira geek vagyok. Azt mondja, hogy... materialista, tehát pénz, így van pénz. Nagyon jó. Snob, slob, vega, lusta, kutyus szerető is vagyok. Igen, ocean, ambiciózus, állatkedvelő, bro, beképzelt, non-committal, loner. Mondjuk a lónert be kéne állítani, mert akkor nem kéne folyton embereket találkozni. Na mindegy. Nem.
Kutyus, doglaver vagyok. Így van. Kutyakedvelő vagyok, imádom a pészt, és geek vagyok. Ez lesz, ez. Kész. Nagyon jó. Na, akkor dogó. Hol van dogó? Abban a pillanatban dogó, nem cicó, dogó. Ez az. Abban a pillanatban Nessie odanéz. Hello, my name is... De minek is kell beállítani családnevet? Nessie Nessai. Jány. Nagyon jó. Ez az. Azt mondja, hogy van veszti? Azt hiszem van veszti, nem? Mondjuk lehet keresni. West Highland Terrier, ott van. Hát mondjuk egy Westi egyáltalán nem így néz ki, de ezt most hagyjuk, tehát kanyarban nem így néz ki egy Westi. Ki lehet húzni a pofát? Jaj, nem, itt elrontottam. Csináljad vissza. Nem fog kutyát kasztümizálni, nem. Nem? Hol volt a... Nézd meg, ott még le is ül, meg minden baja van. Nem, lépjék ki innen. A fajtáját hol áll? Randomize. Nagyon jó, hát ez egy nagy veszti. Na, várjál, hol lehet? Jaj. Inkább visszaállítom. Úgy, kutya. Dogó, nagyon jó. Itt vannak ilyen, de így átállítja a fejformáját? De hát így teljesen másik kutyatípusra állítja át. Jó, mindegy. Fülecske. Nem is tudom, hogy néz ki a kutyám. Hát minden baja van annak. De a pofája nagyobb, azt nem lehet állítani. Ilyen nagy tümpiszor, nagyon jó. Milyen színű a szeme? Hát fogalmam sincsen. De ugyanolyan legyen. De mély világít a szeme? Jézusom, creepy lett a... Nem, sötét. Nem. Bolond lett a kutya. Mondjuk elég bolond feje van így is. Úgy, na jó, na, nem így néz ki egy veszti, mindegy, tönkre megyek. Hogy lehet levenni ezt a ruhát? Ezt nem, úgy. Ez az, ki van gyúrva, mint az állat. Úgy ki van gyúrva, és olyan dagat, mint... Ki van gyúrva, és túl... Nem, hát picit túltelített. Nagyon jó, wuf, ez az. Így. Nessie tökélet, oda néz, hogy pitizik. Úgy. Nagyon jó. Oké. Nem, ne fessé rá semmit. Ne. Jó. Tulajdonságok. Na. Csak legyen nagy kutya. Azt nem lehetett állítani, hogy mekkora. Vagy azt állítanom kell valahol? Szóljatok. Valami nyakörvet csapassunk már rá, olyan van. Nyakörv, vagy valami ilyesmi. Hangját is tudod állítani. Jó van az úgy, ahogy van. Csak azt nem tudom, hogy nyakörv meg ilyenek. Nincs ilyen accessori, pet clothing, ott nyakörv. Aha. Ott az úgy jó lesz. Nem kell ilyen dress, meg ilyen hülyeségek, sapka a kutyára, meg ilyen baromságok. Jó? Személyiség. Azt mondja, barátságos. Agresszív couch potato. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Tehát lusta dög. Nagy, az már mehet is. Nagyon jó. Ugrálós. Ja nem, hogy félős. Nem félős. Zseniális. Elképesztően okos. A nevénél a szimjelre kattintasz. Ja, aha. Jaj, de hát lehet kisgutya is. Hát milyen aranyos, aki legyen kiskutya? De akkor meg kell nevelgetni a kisgutyát. Jaj, de hát akkor nagyon sok dolog lesz vele a kiskutya. Jó, kisgutya lesz. Nagyon jó. Kisgutya. Nagyon aranyos. És milyen lesz? Makacs. Nem akarom a saját életemet elrontani. Ne, jó kutya legyen. Független. Nagyon jó, ez az. Lusta, független, okos kutya. Ez kell az embernek.
Átállított a fiúnak? Ja igen, Jány. Jány vagy. Úgy, én fiú vagyok amúgy? Azt meg se néztem, azért Sims-be figyelni kell. Jó. És az ott mi? Ja, hangom. Milyen hangom van? Oblish, Bernala Flow. Hát pontosan ilyen hangom van, nagyon jó. Úgy. Gizsgutya. De már kiskorában is ki van gyúrva a kutya, azért figyeled. Jó! Kész vagyunk, chat? Kell itt... Kell még valamit állítani? Úgy. Ne Szali! És Nessi. Milyen aranyos. Nagyon jó. Ja, nyakörv? Ja, igen. Nyakörv. Ne, a... Nem lehet. Picire nem lehet nyakörv. Ja, oké. Okay. Ja, a járásomat lehet állítani? Az hó volt. Kiskutya nem tud lépcsőzni. Az nem is kell. Jó. Azt mondja, hol van a járásom? Itt még nem lehet. Járást, hangot? Nem, itt ilyen... Ja, ott van. Aha. Hogy sétálok? Hát, mint egy szigma állat. Ne úgy, ez az. Egy, mint egy boss. Így. Konkrétan így. Nem, amúgy én inkább általában így, de... Ez semmi, ez teljesen fogyer. Így. Swagger. Swagger, ez mi? Relationship. Hát ő a petem, igen. És a gizsgutya? Én meg a gazdia. Így. Nagyon jó. Kész. Jó vagyok? Most mi ment le a kamera, majd kilógok a képből. Úgy. Hú. Nem kell asszony. Hát szingli lét van. Hát hódítunk a gutyával. Nem kell asszony. Hát az asszony csak hátráltad. A nem választó alatti 3 pont fontos lehet. Ja, hogy én kivel... Jaj. Ja, hogy be tudom állítani, hogy terhes Jézusom. Férfi vagyok. Férfi ruhát hordok. Nem tudok terhes lenni. Tud-e ez a szim tejet termelni? Hogy tessék? Használhatod-e állva a budit? Igen. Hát apatej, hogy hát tudok, de... Igen. Szexuális hovatartozás. Hiszem, hogy a womeneket akarok. Romantikus vagyok. Nem akarok wuhúzni, jányokkal akarok csak wuhúzni. Így. Így akarok wuhúzni, igen. Nagyon jó, ez vagyok én. Jó, és a gizsgutya? Gizsgutya jány. Nem akarom, hogy... Hát mondjuk ki tudja, lehetnek kiskutyái. Majd később, mit tudom én. Jó. Így már jó. Na. Pipa. Oda nézzél. Abdul Kebab és a kis... szőrös egér. Milyen szépek. Milyen aranyosak. Hát egy boldog világ vár ránk. Ez az. Hú, még el se kezdtük a játékot. Anyám. Nagyon jó. Készen állok. Select a season. Mi van? Hát a kis potkányom. Hát tavasz. Tavasz dagad a pénztárca. Tavasz. Igen, ott mennek a virágok. Nyílnak a bibék. Ez az. Nagyon jó. És akkor beköltözünk a városba, mert van ilyen városos. Tehát most ilyen apartmant kell bérelni az elején, mert nincs pénzünk. 22.000 forinton van. És akkor Albit kéne bérelni. Az melyik? Város. Segítsetek, hogy melyik a város. Del Solvali, nem? Newcrest. De igen, a Blahás. A Blahás város kell nekem. Ez a San Mishimo Nyusumi City.
A hatodik. Aha, tehát ami ja, nem látszik a pofámtól. A San Mishi Musho? Az. Köszönöm szépen. Nagyon jó, ez az. Ez az, már itt is vagyunk. Itt is vagyunk? Na. Apartmanok. Van ilyen kisház, nagyház. Hát most még így meg tudom nézni, nem? Mennyi apartman van itt-e? Ahova költözzek? Hát hol laknak a jó csajok? De itt ilyen kisházak is van. Hadd nézek már be. Ja, aha. Ja, hogy ez itt két külön lakás. Aha. Azt hogy adják? Ja, hogy itt havi bérleti díj van. Hú, te mennyi lakás van itt? Gnomes? Mi az, hogy te gnómok vannak a lakásba? Ha hagyjál már, hülye vagy. Mi a, itt is van. Mi ez, két külön? Hol a folyosó? Hú, édes Istenem. Mi, hát ez csak egy medence. De csak a zöldre tudok menni, gondolom. Lively neighbors. Ne, hát itt buliznak a szomszédok, hát pofárugom az összeset. Needs TLC. Hmm. Ja, azt lehet állítani, hogy mi legyen a trait. Itt hol jönnek föl a folyosóra? Azt se látom. Amúgy ez egy egyszerű háznak, lakásnak néz ki. Good schools. Nagyon érdekel, hogy milyen izék vannak, de ez itt sok hálószoba van, ez nem nekem való. Nekem egy ilyen kicsi elég. Ez is itt hány hálószobás ez itt. Az ott egy konyha, nappali. Az összes ilyen ocsortány szarul néz ki. Van, amit ajánlotok? Vagy amúgy tök mindegy. Ez is ilyen két hálószobás. Mondjuk abból csinálható gamers. Amúgy be van rendezve? Ja, oda van írva, hogy mennyi szobás tényleg. Az három hálószoba. Ugye itt csak ez az egy van. Hát ezek nagyon nehéz döntések. Itt az egész játékban ilyen sok mindenről kell dönteni. Hát akkor az egy hálószoba. De egyikben sincs egy hálószoba. Hát magányos férfiaknak nincsen kiadó apartman. Meg. Ja, kérheted berendezni, vagy berendezés nélkül is. Ja, be tudom állítani. Aha. De mindegyik két hálószobás. Mi ez te? Nem tetszik. Ez ilyen picike. Ja, amúgy, de ezek az egy hálószobása. Jó, legyen ez itt a sarokba. 400, 600. Spooky. Hát ez így ilyen szellem járja. Azt lehet tudom venni. Lot Challenge Spooky. Hát az ilyen szellemes. Ott meg koboldok vannak. Hát az mi? Hát atya úr is. Tehát jönnek a koboldok. Ajaj. Nem tudom, melyiket akarja, mert ezek borzasztóan nehéz döntések. Jó, legyen ez. Igen. És, ja, itt lehet állítani. Aha. Igen. Edit. Nem lehet állítani? Itt jönnek az alsó nadrág gnómok. Infopanel. Nem tudom, azt mondtátok, tudom szerkeszteni a réteket. Ja, ha megvetted, akkor lehet csak. Akkor rányomok, hogy confirm. Aha. Furnished, unfurnished. Érdemes berendeztetni? Melyik az egyszerűbb, ha berendeztetem és eladogatom? Nem lehet állítani? De most akkor így kísérteni fognak engem? Hát de ne kísértsen már engem a szellem. Az elején igen, ha berendezteted, az jobb, az elején egyszerűbb. Jó, akkor berendezzük. De hát itt nem tudom kikapcsolni a szellemet. Hát édes Istenem. Jó. Megvettem, rányomtam. Ez lesz az. Elkezdődnek a kalandjaink. Ott van, nagyon jó. Ez az. Na, itt nézd meg, a jobb felső sarokban már itt Emilybe... Na, állíts meg az időt, állíts, úristen. Nagyon jó. Igen?
Azt mondja, welcome to live mode, special gift, ne, hagyjál békén, mindent tudok, hát majd a chat segít. You can review this lesson, jó, jó, hagyjál békén. Na, nagyon jó. Most rosszra nyomtam? De nem, hát, hát hol van a berendezés, bazd meg? Hát haló, hát átlettem, szva. Hát nem ez, vagy melyik az én lakásom? Ja, nem, ez az én lakásom. Jó, nyugi, vagy ez az én, melyik az én lakásom? Ja, ez az én lakásom. Ez az. Nagyon jó. Most akkor nem tudom átállítani itt a szellem lesz akkor most mindenképpen? Hát jó, akkor szellemes. Jó. Hát mehet. Mehet. Na jó, hát mondjuk menjünk be a lakásba. Gizskutyának tudok szólni, hogy jöjjön? Kutyus! De föl kell venni. Ne, vedd föl a kiskutyát, te hülye állat. Hát kihagyod a folyosón, hát van neked szíved. Így. Ja, build módba lehet állítani? Várjál, hol van a build mód? Ne takarodj. Jó. Build mód. De itt se tudok tréteket állítani. Jaj, hát itt át lehet rendezni a lakást. Igen? Bal oldalt. Azt mondja, Trait cannot be removed. Ja, hogy csak hozzáadni tudok? Ó, bazd meg. Hát itt kísérteni fog a szellem. Ja nem, itt nincs szellem. Na várjál, igen. Azt mondja, celebrity home, az mit csinál? Increased fame gain, restricted access, a normal max, bevérdő, noszuliban, famous. Ja, hát akkor kinéznek. Ott fast internet! Azt ad ide a fast internet! Nagyon jó! Javasoltok még valamit? Rated? Home Studio. Painting, writing. Ne challenge it, ne spookizzál nekem semmilyen challenge-et, hagyjál békén a hülyeségeiddel. Mondjuk a gnómok viccesen. Nem? Jó, és akkor még valami ingyen pénzt adjál. On Leyland Party Place, Penny Pixies. Pénz? Random pénz van? Ad pénz! Nagyon jó. Nagyon jó. A random pénz. Ez az. Oké? Ez az. Jó. Mentsük el a videójátékot, mert az a biztos. Oké. Oké. Na, fővetted a kisgutyád? Na, hozzad be a kiskutyán. Zgabada, ott nézd meg, milyen aranyos a kis gutyusgával. Ez az. Nagyon jó. Na, valahogy amúgy magunkévá kéne tenni ezt az otthont. Van 9, ott lesz a számítógép asztal, oda nézd, nagyon jó. Kéne a kutyusnak valami, hát ilyen felszereléseket kéne venni a kutyusnak, nem? A falak rohadtul idegesítenek. Most itt ez a szomszédház, ez mindig be fog lógni? Na, kell venni számítógépet. Azt a build módba lehet vásárolni? Ne challenge-elj a hülyeségeddel. Hol lehet venni számítógépet? Ja, nyitva hagytam az ajtót. Azt jó, majd mindjárt. Most kell venni, mindent kell venni. Számítógép. Hol van ott? Számítógép. Komputer. Na, valami normálisat adjál, valami Pentium 2-eset. My Computer XX19... Hát de ne, hát PC-t vegyél. Midrange desktop. Hát de valami faszát vegyünk. Elköltsek rá 4000 dodót? Az all-in-one powerful PC-re? Hát lehet, hogy nem marad. Nem, mert ne. Midrange, majd upgrade-elünk. Majd upgrade-elünk. Van streamer PC. Hát várja, az még odébb van, azt... Ja ne, ott a streamer PC, bazeg, tényleg! Ott van, az nagyon jó! Az plusz videogaming, az kell! Ez az! Épített gépet veszünk, igen, ott a streamer PC, nagyon jó! Köszi, srácok, köszi! Ez az! Nagyon jó! És akkor a kutyusnak kellenének dolgok. Hát hol pet? Van olyan kategória? Pet! Objects, house,
Pet. Biztos, hogy van valahol itt pet kategória, csak meg kell találjam. Pet. Nagyon jó. Hol a konyha? Ja, ez akar lenni a konyha. Ez az. Na, a kis gutyának kell tányér. Ja, ez ilyen automatikus. De ez mind jó kutyusra? Van ilyen filter, hogy dogó? Nincs ilyen, hogy dogó filter? Önetetőset. Ez a önetető, a petmét, ugye? A petmátumos. Nem lehet középre rakni? Na várjál, mert itt OCD-s problémák lesznek. Hát valahol legyen a kutyus. Hát amúgy ide rakva, itt tehet a gazdi mellett. Hogy lehet forgatni? Nem ezzel. Nem ezzel. Hogy lehet forgatni az itemet? Hát ez régen nem így. Ó, te. Ó, itt még mire rájövök, hogy mi hogy van. Na most szemetes mellett legyen a kisgutyának, hogy na mindegy. Shift, köszi. Jó, az ott a kiskutya etető. Na most hogy fogom szobatisztaságra? Hát de gondolom a kutyának nem veszünk almot. Kell neki valami szobatisztaság? Kellene valami alvóka is a kiskutyusnak. Alvóhely a kiskutyának. Literomatig. Hát levisszük sétáltatni majd, persze. De ez mind ilyen alvóhely. Hát ilyen baszó alvóhely nincs a kutyának, csak ilyen gagyi. Obstacle platform. Sleepy. Hát jó, mindegy, jó. Hát csak, hogy több energiája legyen a kis kutyusnak. Jó, csak kék színű be van, dehogy is. Jó. Ott kutyus, ott alhat mellettem a kis kutyus, nem? Ott fog aludni. Nagyon jó. Ez az. Ja, az altan lehet precízen igazítani. Na várjatok, ezt tanuljuk meg. A shift-tel nem lehet forgatni, tehát totálisan áztatok. Ja, jobb klik. Ah, de eddig nem. És alt. Ja, aha. És akkor hát... Úgy. Nagyon jó, köszönöm. Oké, és... Assza. Jó. Megvagyunk. Na, be is akar jönni a kutya. Te nem lehet játszani, érted? Ne Nessike már jön. Most már leszokhatná erről, hogy minden streambe be kell kéreckedni. Jaj. Na, mi kell még? Ha van valami, amit elfelejtettem? Be kell zárni az ajtót, azt mondtátok. Look for everyone but employees. Nem tudom, ki ilyen alkalmazottan van, de nagyon jó. Itatót kell venni a kutyusnak? Töltsél a kis kutyuskának. Ja, várjál, van ilyen, hogy tovább éljen a szímem. Olyan van, nem? Gameplay. Long. Igen. Úgy. Sokáig éljél. És a gugyus? Gugyus az sokáig él? Jó, mindegy. Itató is kell neki? Na, ilyen bonyolultságot. Gugyus. Itató. Most mi az itató? Én tudom, hogy hülye vagyok. Nincs itatója, csak trollkodtok. Azért mondom, hogy... Jó. Have you blessed... Ki vagy te? Na hagyjál már! Mi honnan hívogatnak? Honnan van meg a telefonszámom, te? Na várj, hát el kell kezdeni dolgozni. Karrier. Find a job. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez az. Már megyünk. A hangerő az így van, vagy... Option audio. Há, van, csak ilyen muzsika nincs, de az nem számít. 100-on van a hangerő, mit akartok? 50. Jó. Na. Hölgyeim és uraim, ez az. Ez az. Hol van? Streamer, influencer. Ott social media.
Ebből lehet majd streamelni? I'm soon in town. Mert azt tudom, hogy izé van ilyen part-time streamelés, de nem amúgy a social media kell nekünk. Ugye? Style influencer. Nem, szociális média munkás leszek. Videogame streamer, de ez ilyen félállás. Azzal nem, nem, a social media kell nekem. Igen. Social media. Úgy. YouTuber. Ezt, azt már fel is vettek. Nagyon jó. Ez az. Work assignment, create social media profile. Igen. Csináld meg. Nagyon jó. Az ajtót elég olpecre zá... Na de alszik a kutyus. De miért alszol kutyus? Nagyon jó. Ne szali gík, úgyhogy minden jól megy neki. Hogy tudom emelni a kamerát? Ott már csinálja, nézd meg, ott már nyomja a Tetriszt. De amúgy ezt kimondta neked, hogy játsszál, hülye gyerek. Hát social media profilt kell csinálni. Azt mondja, social net, create social media profile. Fejezd be a játékot, te. De miért a fedórámba vagyok? Amúgy meg. Hát öltözzünk át. Van szekrényem? Hát hülye vagy, nincs egy szekrényem, hogy átöltözzek. Ja, de ott van. Change outfit. Hát oda az izébe vált. De mi van ebből kettő? Nem tudjuk. Úgy. Megcsináltam. Ennyi volt a mai munkám. Ez az. Ennyi volt a mai feladat? Nagyon jó. Hát srác, így meg kellett csinálni az instánkat. Zsír. Király. Na várjál, akkor miket lehet csinálni? Socialize, practice programming. Nem, web. Úristen, watch gaming stream on scenes.t. De hát ne, hát streameljé, vagy még nem tudok streamelni, mi? Hogy lehet visszalépni? Édes Istenem, ebbe a játékba eligazodni, te atya úristen. Social networking. Van munkaidőd. Hát van munkaidőm, azt látom, de itthonról nyomom, nem? Olyan van. Telefon. Na, mit csináljak a telefonomon? A streamelős asztalom van, olyat vettünk egyébként. De amúgy valahogy YouTube videókat is lehet csinálni, csak már elfelejtettem, hogy az hogy van. De hogy amúgy olyan is van. Ja, hogy nem, ja, hogy majd holnap kezdődik az első munkanapom, látom. A külön streamer szerkezet van az activities alatt. Aha. Jó, Mária, hol látom az igényeit? Na, amúgy a kutyust is nevelgetni kéne, igen. Halacsába kiszabé. Ask to go poti. De hát nem, ha majd le kéne venni. Simstagram pet. Hát várjál, hát a kutyát is abban a pillanatban meg kell instázni. Ja, nem ez ilyen. Jaj, nem, 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 fasság. Jó, amúgy minden igényem megvan. De a kiskutyus miért ott alszik? Olyan arany. Nem lehet tanítani? Get to know, gift, read, hug, pet. Open sim profile. Pet care. Mit tudok csinálni vele? Ja, itt lehet fürdetni. Megpróbálom odahívni magamhoz. Az is valami. Ez sikerült, jön, na, na, hát milyen jó, mondjuk megzavartad alvás köz, és leültél számítózni. Ha behívtad a kutyát, azt leültél számítózni. Van bent egy faszi. Az a folyosón van, be nem engedem. Hát nézd meg, a Szulejmán átjött is meg. Menj, nem, nem. Nincs szoci, nem, nem, taka van. Streamer van, hagyjatok a picsába. Nincs itt ilyen. Nem, nem, taka van. Nincs ismerkedés. Én játszizok. Úgy, nyújtozzál egyet. Hónap meló van, azzal foglalkozzál. Ott nézd meg, a kis kutyus lefekül. Nagyon jó. Ne, ne zavard a kis kutyuskát, hadd aludjon. Ez mi volt, fiam? Hagyd békén a kutyán. Na! Nem, ne, hát itt állhattok reggelig, hát ide be nem jöttök, az biztos.
Na, mit csinál? Na várjatok, itt még meg akarom nézni a számítóval, mit lehet csinálni. Már bezártuk az ajtót, ide nem jönnek be. Social networking. Update social media, az kell. Update-elgessed, folyamatosan posztolj, csak posztolj állandóan, tetyám. Computer security settings. Nagyon jó. Már nő is a karizmám. Már olyan úgy posztolgatok. Household. Mi lehet venni ilyen izé? Éttermet lehet venni? Play game. More choices. Open notebook, socialize, write jokes, upgrade, practice, programming. Nem lehet. De hogy van a YouTube videózás? Mert ahogy YouTube videókat is lehet csinálni, de ahhoz meg kell egy külön kamera, mi? Ahhoz, hogy vidizgessen. Ahhoz meg külön kamerát kell majd venni, mert amúgy lehet el kéne kezdeni vidizgetni is. Csak hol az anyámban van vajon a kamera? Level 2 vagy 3 gaming kell, hogy streamelj meg YouTube-oz. Igen? Na várjál, akkor fölhúzzuk a gaminget. Köszi! Akkor segítse, akkor durran a gaming. Csak a gammázás. Play game. The Sims Forever. Nyomassad a Sims Forever-t, az most nagyot megy állítólag. Egy kis Blick Blockot is játszhass utána. Azaz. Úgy. Meg egy kis Sims Scaffold. Nagyon jó. Ez az, elindultunk. Elindultunk, gaminget kell fejleszteni. Köszönöm, srácok. Difox, Kakasmárton, Norbi, Katkor, Csomagris, Skitleon, Feri, Botix, Dedixite, Hájasmurka, Motaro, Zimstern, Sabina, Balog, Valentine's, Babó. Köszönöm szépen, srácok, mindennyi jótoknak. Hát majd veszünk hottábot a szobába, meg minden. Persze. Ezek reggelig itt fognak állni? Kellene a kutyusnak is amúgy játék. Igen, valami kellene a kutyusnak, igazatok van, ilyen kutyajáték. Hogy szegénykének le... Hát mivel játszik egy kis kutya? Van ilyen pet játék? Ott egy kap egy labdát, nézd meg. Meg ilyen izé madárkát is. De nincs ilyen játékos doboz? Squeaky squeaker. Ja, itt ilyen pályát is lehet csinálni a kutyának, beszarsz. Hát mekkora, hát ezt inkább majd az udvarra, hogyha nagy házam lesz és gazdag leszek. Jó, ezek vannak. Hát nem túl sok játék, de játék. Hát most én ne panaszkodjon a kutya, ez van. Azokkal tud játszani, amíg apa gémel. Nessie is a couch potato. Dislike running and prefer to be lazy. Hát persze, direkt lusta kutyát választottunk. Na, hol látom a skijeimet? Várjatok. Milestone-ok. Good job. Adoptál egy petet. Nem vagyok ilyen farkas, meg nem vagyok klubokba. Ja, itt vannak a... Igen, pénzt akarunk keresni. Nagyon jó. Üdvözölnek a vendégek a neighborhoodban. Nagyon jó. Én meg kőkeményen gammázok. Villanykörténél a skillek. Aha. Ott fejlődik a gammázás. Nagyon jó. Eléggé ki van húzva a UI, hogy lássatok mindent. Accessibility. El tudjatok olvasni minden fontos információt. Nagyon jó, level 2-es a gammázás. Azt látom, hogyha a kutyának pisilni kell, vagy valami baja van a kis kutyuskának. Welcome wagon, az ott mi? Nem tudom, mi az a welcome wagon. Ja, hogy most jönnek a szímek? De nem akarok olyan, ne, takarodjanak. Adjanak békén, gammázok. Jó, hát ők ott beszélgetnek. Hát ne, hagyjatok békén. Nem kell házavató. Ért, majd lejár az esemény, mindjárt azt hazamennek. Hagyjanak engem békén. Ez az, na már is húztak. Látjátok? Maybe next time. Így kell, így is. Eszik a kis kutyus. Na akkor most majd le kell vinni. Le kell vinni, mert pipikélnie meg a kakikálnia kell majd.
Nem tudom megnézni a kutya állapotát, ha rányomok a fejére. Az fehér, de nagyon eszik, kis cuki. Még mindig kőkeményen basszatjuk a videójátékozást, mindjárt megvan a következő szint. Az a kutya adagoló akkor... Na várja, nem, mert az kifogyott, azt föl kell tölteni. Majd mindjárt abba adjod a gammázást, level 3, azaz. Töltünk a kutyus tájába, már megint alszik. Meg kéne dicsérni, hogy get to know, ismerjük meg a kutyust, az kell. Na fejezd be a gammázást. Játszik a kutyus! Nézd már be a gammázást, hát 60 ezer éve rátszolta, már függő a gyerek. A kutyának a szükségleteit nem látod, csak viszont a hangulatából következtethetsz. Aha. Na, az jó az. Verek Parasa? Knad. Ah, megdicsertem, azt mondom, hogy Knad. Nagyon jó. Töltök neked enni. Le kell menni pisikélni, kakikálni. Azt mondja, pick up. Ott evet, és már kell is pipikélni. Nagyon jó, gyere, fölveszlek. Kanazoiszni. És hogy tudok lemenni az utcára? Igen, álljál meg, hogy tudok lemenni? Oda, úgy, és oda a flaszterra odahugyozol. Úgy. Hogy lett? De várja, nem tudok lemenni. Mi nem jó. De ne barátkozz a kutyával, menjél le! Mi, de azt mondom, hogy ask to go potty, azt lemegy a kutya magától? De gondolom, le kell vinni. Ott, put Nessie down here. Hát de ne azért potizzon a lakásba. Ja, lifttel kell lemenni? Most lemegy magától, nem megy le magától. Hát full hülye vagy, tetyám. Ja, mert mi magamat se tudom kiengedni az ajtón? Vedd a kutyát, azt tedd le ide. Jaj, várja, elvesztem. Vedd föl a Gibzit. Ez az. És most menjél le. Ez az, működik a fogad. Nagyon jó, ez az, és akkor ide a térre ügyesen. Ez ilyen megbüntetnek? Vagy van ilyen rendőrség? Úgy ügyes vagy, és go poti. Azaz. Menj, úgy, utca közepére, kis gaga. Gyerünk. Úgy, nagyon ügyes. Dicsérd meg. Hogy kell megdicsérd? Úgy, nagyon jó. Dicsérd meg. Hát milyen ügyes. De nem tudom kijelölni. És milyen boldog. Hát meg kell dicsérni. Gift treat. Adj neki jutifalit. Ez a nagyon jó. Ott az egy szellem. Nem állok veled szó. Hagyd békén a kutyámad. Úgy. Na gyere kicsi. Menjünk haza. Streamelni kell. Tudom, nekem is kagálnom kell. Ne törődj a kagával, vedd föl a kutyát. Vagy amúgy haza lehet hívni a kutyát, nem kell fölvenni. Hát itt babusgatom. Vedd már föl a kutyát. Miért tart minden 65 ezer évig? Most leraktad a kutyát? Hát de hülye vagy te komolyan. Jó, menjél WC-re, mert látom, hogy baj van. Nyugi, kibírod. Föl tudom hívni a kutyád? Tibbs, Aspa. Kutyus! Ezé! Mi a baj? Gyere már! Nézd meg, ott rosszalkodik.
Ha nem tud jönni, nem tud egyedül fölmenni. Ha itt van, bocs, csak fölugrottam egy kis kagára. Ajjajjaj, jövök. Jövök, kicsi. De nem akarta fölvenni. Pick up. Este 7-kor azzal szenvedek. Lehagytam a kutyát az utcán. Na, azt megint a fedórát vette föl az utcára. De ne go here, hanem hozd ide a kutyát. De lerakja a kutyát. Ú, de ezért utáltam meg a Sims-et. Miért rakod le a kutyát? Miért rakja le? Ó, valaki mondja meg, hogy lehet fölvinni a kutyát. Jó, most tartja. Na, ez az végre. Eddig nem tudom, miért nem adta be. Na jó, gyere haza, vacsizunk. Lerakta a kutyát, és hazament vacsorát főzni. Te genyó. Hát oda megyek hozzá, az főgyű. Nem lehet a karakteremet belefolytani a medencébe és a kutyával játszani? Vedd már föl azt a telibevert drága állatot, azt vidd már haza! Ne a lóbablecsót akarjad megfőzni! Vedd föl azt a szerencsétlen állatot, azt vigyed haza! Oda! Tedd le a kutyát! Köszönöm, te nagyon hülye. Na, look for... All pets. Jó. Így jó. És olyan nincs, hogy family? Everyone but Nessali. Most megint hova mész, te nagyon hülye? Most kimentél izé fruitcake-et enni a izé... Oh, te olyan hülye vagy, te komolyan mondom. Hát épp nekiálltam akarni főzni. Mi van a kutyával? Na, az meg kinni. Oh! Nem lehet a kamerát fölfele vinni? Nézd meg, ott alszik a kis pocag. Nagyon jó. Na, gyere haza. És akkor tudok már streamelni, meg videót csinálni? Azt mondja, more choices. Nem tudok vidit csinálni? Update social media, az mehet. Milyen gyomorrontásod lett? Hát nem vártad meg, hogy főzzek. Hát szedjem ki a szabad akaratot, de akkor meg semmit nem fog csinálni magától. Attól félek csak. Na. Update-eljük a szót. Szóval itt nem lehet vidizni, de ahhoz másik fajta számítógép kell, vagy kamera kell. Azért el kéne kezdeni vidizni. Hol van ilyen kamera? Mindig rossz ruhában van, de nem értem, hogy miért. Van külön vidizős asztal? Kell a kamera a ring light-tal. De olyan itt nem volt. Hol lehet? Van is ilyen, nagyon nekesen Tesla Electronics. Festőállványnál vagy? Ja, mert hogy az ilyen hobbi. Aha. Photography tripod. DJ booth. Na, itt én mire megtalálom, hogy mi van te? Elég sok hobbi van. Sakk. Ne sakkozzá, videós legyél, vidis. Itt ilyen, hogy betomírni a kamera, vagy valami? Nem látom. Ja, ott a search-be, de nem tudom, mi a neve.
Nem, ez nem az. Ring light. Nem. Hát nem tudom, mi a neve a influencer cuccoknak. Nem ad ki semmit semmire. Úristen, de mennyi minden hobbi van már ebbe a játékba. Hát így megtalálni. Video Station. Aha. Soké van. Mi a különbség a kettő között? Van egy power consumption. Ja, az így. Há, hány számítógépem legyen? Az igen. Hát de nagyra vagy magaddal. De miért van kétszer ugyanaz? The more views, the more choices. The video lets you create videos online viewing pleasure, create settings for fashion things. Vagy a chair for making videos again, listen, second. Gondolom ez az első, ez valami jobb. Evett már a karakterem, csak nem azt, amit kellett volna. Jó, amúgy ez kell. Hát figyelj, amúgy elfér oda. Amúgy ott is jó, back-to-back setup. Tudod majd upgrade-elni jobb kamerával, ringlight-tal, meg ilyenekkel. Ha? Megpróbálok beférni. De az ott egy teljes ilyen stúdió amúgy. Jó, meg kell egy szék. Hát de van ilyen gamer szék, azaz. Hát ez nem, ja úgy. Ott a gamer, hát nem spóroltam semmin. Úgy, már van két számítógépünk, nagyon jó. Ez az. Na mi bajod van? Nem is fűre, semmi baja nincs a karakteremnek. Azt mondja... Ne admiráljad, hogy milyen szép széket vettél, te nagyon hülye. Ott el kell indulni a video production. Record video. Product review. Toy. Egy ilyen játékbemutatós csati leszünk. Ott már mutogatjuk is a játékokat a kis hat éveseknek. Így megy a helikopter. Ez nagyon jó. És nézd, és a kutya is besétált a felvételbe. Plusz 1000 néző azonnal. Nagyon jó. Amúgy streamelni még mindig nem tudok, úgyhogy totálisan átbasztatom. Na várja, akar valamit a kutyuska. Majd utána petelgesd meg a kutyuskát. Úgy, hogy meddig csinálod ezt a videót? Nem, lehet valahogy számítógépen is streamelni. Tudom, hogy van a drónos is. Arra emlékszem, hogy csináltuk. Nagyon jó. Ez az, mi a videó neve? Toy Review videó 1. Nem kell leírás, azt nem olvassa el senki. Ez az. Shoot, he gained a dislike, so ja? Nem? Shoot, he gained a dislike, nem tudom ez mi. Nem. Jó, szar lett a vidi, mert rossz kedvem volt. Hát, na... Nagyon jó, föl is kéne tölteni a vidit. Még az belefér a napomba? Tudom, fáradt vagy. Post updates. Hype next video. Hagyd a kutyát! Ja, itt van. Upload video, ott is van. Most ezt nem vágjuk meg, hát még kezdők vagyunk. Majd utána editálunk rajta. Ja, megvan. Jó, várjál, hónap dolgozni kell, hát social media munkás vagyok. Már elmúlt éjfél. Jó, tetyám, le kéne feküdni, aludni amúgy.
Most félbehagytad a feltöltést? Vagy ki feltöltötte? Melyik az inventorim? Feltöltötte. Ez a szunya van, nagyon jó. Nehéz első napunk volt. Kicsit szenvedtünk, de minden rendben van. Kutyust levittük kakálni. Amúgy utána a kutya később már le tud járni egyedül kagilni. Lassan fő kéne kelni, tetyám, mert mikortól kell dolgozzak? De nem kell elmennem dolgozni, ugye? Igen, go to work, work from home. Ja, hogy el tudok menni, izé? Hát, mert menjél munkába, amúgy menjél. Menjél, csak kelljél fő, tetyám, azt egy reggelit. Na most mi a bajod? Éhes vagy, jó van, mindjárt itt kicsapom a hűtőt. Have a breakfast. Toast és tojás, így van. Egy kis reggeli tojás rántotta. Nem öltöztet túl a reggeli, de nem baj. De várj, mi lesz a kiskutyával, ha elmegyek dolgozni? Ezt nem gondoltam át. Nem tudom most már átállítani, már beállítottam, hogy elmenjek. Ezen minden reggel van ilyen izé, hogy el fogok késni amúgy, de mindegy. Further education, nem akarok tovább edukálni. De a kutyának is működik az alom. Egyed már azt a kaját, mert elkésünk. Hát bazdmeg, mi 2 óráig kell enned a kaját? Na most még húgyoznia is kell. Hagyd félbe, hát elkésünk a social media munkából. Na, elmentem, csá! Na bazdmeg, elmentem dolgozni, be fogok pössenteni. Mit csinál a kutyus egész nap? De szóval működik a kutyusnak is? Nem működik az alom, de hogy működik. A szegény kutyus. Nem megyek el többet munkába. Megjöttem. Hol vagyok? Ja, nem jöttem még meg. Hol a kutya? Megjöttem. Megjöttem. Hol a kutya? Ott van. Átaludta a blöki. Na gyere, lemegyünk. Na most föl kéne, mindegy, nem keltem föl. Mi az a sapka? Na, amúgy kerestünk 102 pénzt. Na, gyorsan akkor fürödjél. Úgy bűzös és undorító vagy a munka után, ez az. Nem pössentett oda sehova a kutyus. Jó. Fán. Na hát, ott van, öleld meg a kutyusodat. Ez az. Intellectual discussion. Hiányoztál, kutyus. Nagyon jó. De ne ragd le. Hanem pick up. Úgy. És vidd le. Na megint a fedórába. Úgy. Ask to go poti. Nem lehet? Miért nem lehet? Feel the love, az mi? Ha megszeretgetjük egymást. Lent valami tüntetés van? Milyen tüntetés? Ha nem érek én rá a világ dolgaival foglalkozni. Hát menjél pisi, ott van. Menjél pisilni. Azaz nagyon jó. Hát ide járunk le az utcán. Nézd, milyen boldog lett. Várj, adjunk neki jutifalit.
De és akkor megtanulja, hogy magától lemenjen a kutya? Tudom, már kérdeztem. Hát ha így dicsérgetem, meg valami... Hát közben valami szavazás volt, jó? Majd vidd föl a kutyát. Ez az. Nagyon jó, és akkor mehet a gammázás. Most azt nem tudom, hogy mi történt a videómmal. Híres vagyok? Már azt hol látom? Goné, Flurba, Zamzo. Fina, Fina! Aztán utána meg vacsorázni kell. Jó mac and cheese, majd sajtos napokban. Igen, tudom, hogy kéne kapjak róla értesítést, de nem kaptam. Notification. Na, ott volt a videóreport, csak elkattintottam. Nem baj, ti úgyse látjátok. Na, majd legközelebb figyelek. Megtanulom úgy kint pisilni, de kistestű kutya nem tud egyedül lemenni, ezért a lakás kutya rossz kombó. Ó, ja. Akkor mindig le kell vinni. Oké. Okay. És kigammázzuk magunkat, aztán hatalmas Gordon Ramsay-be vágjuk. Igen, amúgy én is észrevettem a csillanásokat. De azt hittem, az attól van, hogy tiszta a lakás. Egy random csillognak dolgok. Melyik lehet csekkolni, mennyire van por. Ja, ezt amúgy majd ki kéne dobni a reggelit. Te ki vagy? Mit keresse? Az ki ez a... mit csinál? Hát egy NPC besétált. Hát mi van veled? Hát ez egy hülye. Hát takarodjál már ki a lakásomból. Ott már riadózik is a kutya, hogy betörő van. Hát mi az anyámat akar az? Támadni akar. Hogy, de ki ez? Húzzá már el! Hát baszeg valami kis test, a polgárőr, vagy mi az? Hát én éppen level 4-es videójátékos vagyok, húzzá már innen. Áldogáljá ott a lakát, de bezártam az ajtót amúgy, nem? Iva, ott valaki veri az asszonyt! Haló! Hát mi? Hát családon belül ilyen. Lehet hívni a rendőrséget? Ott valami van. Ott valami... Jaj. Az úgy jó úgy kajálni, hogy közben ott van a undorító romlott kaja. Várjál már, hát mi takarodjál már? Hát megfürdött a kádamba. Hát rúdint a drág, takarodjál már el innen te. Hát ki a... Ki vagy te? Hát húzzál már innen, hogy fürdesz a kádamba! Mutatkozzá be! Mit csinálsz a kutya? Hát na, azt most küld el a kurva, mit baszogatod a kutyámat? Hát ki ez te? Ott be kell vinni a fürdőbe, ott kell vágni a torkán. Hát ki az anyám vagy te? Hát húzzál már el innen! Jepper, aha, hogy lehet innen elküldeni? Order Jep to clean! Várjál, hát lehet a csics... Mennyi takarítani? Úgy! Takaríts ki a lakást! Nem tud kimenni. Nem, rá elküldtem takarítani az embert. Hát lett egy szolgám! De ne te takarítsál, hát őt küldtem. Na. Húzzál ki a lakásomból. Hát én nem tudom, ki volt ezt, de... Ilyet. Na hogy? Look for... Hát de amúgy everyone. Mi nincsen, hogy mindenki everyone but Nessali. Úgy. Na mi a helyzet, kutyi? Beszélgess a kutyával, csak előbb menj el pisilni. Hát már megint elmúlt éjfél. Igen, láttam a Everyone But Household Member-t. Most komolyan a kutyával beszélgetünk? Ja, a kutyusnak pi... De most voltunk len pisilni!
Ja nem, nekem kell pisilni. Édes Istenem. De bonyolult. Úgy. Csurgassad. Na, erre kell zárni, hogy nagyon jó. De miért a fedórásba öltözik, az az évszak miatt van, hogy a fedórásba öltözöm? Jó. Le kéne feküdni, aludni, mert holnap is melózni kell. Ezt is megkérdeztem már 1 milliószor, csak közben eszembe jutott. Szóval, srácok, most holnap is el fog menni dolgozni, vagy be tudom állítani valahogy, hogy otthonról dolgozzon? A hideg idő miatt. Aha, majd update-elnem kéne. Megkérdezi minden reggel. Ja, okés. Update social media, aztán szúnya van. Nem kellett volna kezet mosni, ugyan már? Nagyon jó. Ez az. A 75 követőm van, azt írta. Arra nincs egy külön fül, hogy nézzem, hogy hányan követnek. Mert ott mindig kicsibe a... work from home, ez az. Na kelljél föl amúgy, nem jó ez, hogy... Performance excellent. Ja, nagyon jó vagyok. Get focused. Na várjál, hogy focused állapotba kell ülni. 150-en kövessenek social médián. Social alul a telefonodnál. Ja, aha. Ja, várjál, hát innen is lehet mindent csinálni. Adsz Instagram story. Hát itt a te... Hát már nem is kezd... Ja, hát igen, hát... Úgy. Update social media. Nagyon jó. Nyomatod. Ott már meg is van 107 follower a 150-ből. Hát baszógép vagy. Mármint, hogy... Igen? Csináljunk egy vidit. Vagy várja, kéne reggelizni meg ilyen dolgokat, nem? Fürdeni vagy füstölővel tudsz fókuszált lenni? Még mindegy, azt nem csinálom meg, az nem akkora baj, nem, ha nem csinálok meg minden bónuszt. Na várja, toljál egy reggelit. Ne égessed oda. Kutya az még alszik, persze. De hát mi az 2 óra, mire megcsinálja a reggelit? Ha mikor? Azt az ágyba eszel? Hát szépen vagyunk. Mi volt a muzsika? Szintet lépett a főzése. Már 2-es kuki vagyok. Jó? Rekord videó. Cheerful vlog. Ott mehet a vlog. Geekon is now in town. Na nézd meg, Geekon van. Á, az a baj, emberek közé kell menni. Dolgoznom kell. Hát a social media siker nem jön magától. Csak mondom, hogy félmeztelenül nyomatom a... A Vivideso. Úgy. Hát így kell követőket gyűjteni. Most mi lettem intenz? Ja, mert nem örült valaminek, amit vettem. Na hát most a videó felénél rossz kedvű leszek. Hát abban a pillanatban így nyomatom az OnlyFans-t. Kutya azóta alszik amúgy. Yennefer? Mi a Witcher videó? Jó? És akkor hol lehet megvágni a vidit? Inventory? Azt mondjuk, hol a videó? Hova lett a videó? Nem az inventorimban van a videó? Most hova lett a vidi? Ja, ott van videó inventori. De ott sincs ott. Most nem tudta befejezni, mert kijött a cheerful állapotból? Vagy mi az Isten? Hogy gyorsan posztolnunk kell, mert nem lesz meg a napi 150. Na fassa, elrontottuk a videót. Ezért félmeztelenkedtem?
Jó, kell még egy sztori. 144. Ez az, nagyon jó. Na hát csináljál már egy normális videót. Megpróbálok még egyszer. 156 követőm van amúgy, nagyot megyünk. Megvágnám a videót, csak most az előbb nem adta be a videót. De most lehet, hogy megint nem lesz jó, mert most már megint csak fine vagyok. De látjátok, most nem írta ki, hogy elkészül. Ó, ezt a hülyeséget. Jó, akkor ilyet nem csinálunk többet. Mert ha kijön a hangulatból, akkor nem készül el a videó. Úgyhogy nem szabad ilyen cheerful hülyeséget csinálni. Na! Szépen vagyunk. Inkább megyek videójátékozni. Be lehet nevezni egy tournamentre. Mehet! E-sportoló vagyok. Félmeztelenül. Jaj, le kell vinni a kutyát. Várján, Eszi, mindjárt, csak most épp e-sportolok. Ott vagyunk a StarCraft bajnokságon. Nagyon helyes. A kutya visszaaludt. Jó, nem nyertünk semmit. Ne legyél szomorú! Ne legyél szomorú. Depressziós vlogot is lehet csinálni? Tényleg lehet. Sad vlog. Jó. Na. De mik ezek a csillogások? Hogy lehet? Nem lehet fővenni a talált pénzt? Kicsit játszani kéne a kutyussal amúgy. Mind a kettőnknek jobb kedve lesz. De comforting hug, ott van, néznek, megölelgetem a kutyust, és akkor jobb kedve lesz. Hibana. Ez az. Nagyon jó, már boldogok is vagyunk. Feel the love. De ez mi, hogy rányomok a feel the love-ra 100 ilyen szíma pontér? Azt kapom, vagy adom? Nagyon jó. Könyvvel nem tudok fókusz lenni. Nincsen a könyveknek ilyen... Jaj, nem akartam levenni. Ja, kapom. Az jó nekem? Jó, kutyuska eszik. Mit csináljak? Még belefér a napomba, de nem amúgy időbe le kéne feküdni, aludni. Amúgy már este 80 vacsorát kéne főzni. Jó kis húsgombócot tegyél oda. Ja, be lehet őket váltani. Jutalmakat lehet venni az életcél panelekben. Aha. Okés. Oda néz, hogy nyomom a főzést. Egy kis... ja, hát mi a ne... Jézusom, ráejtette a borsot. Hát hülye vagy teljesen. Hát hogy lesz ebből paradicsomos húsgombóc? Hát agyon borsoztat, te hülye. Főn egy új csoda lakást. Kell majd porszívót is venni. Ja, itt a reward store. Aha. Instant fan. Ja, itt lehet venni ilyen potikat. Add már ide a potit. Hát ott a focused potion. És akkor hol megkapom a potit? Azt idd meg. Idd meg a focused potit, tetyám. Jaj, le kell menni a kis kutyusnak. Very focused lettem. Az nagyon jó. Vedd föl a kutyát. Ú, de gondolkodóba vágtam magam. Tudom, hogy pisilni kell. Jövök már. Jövök. Jövök, kicsim. Ez az. Megyünk, gyere össze. Pisi. A folyosót össze lehet pisilni. Te hova mész, te nagyon hülye? Hát a kutyára szólj rá. Út közepére. Azaz. Nagyon ügyes, dicsérd meg. Ja, ott nél kis kagát is rakott. Milyen ügyes.
Dicsérd meg. Oda néz, nagyon jó. A szobába is pisil, de kosz volt a földön. Az kosz, nem? Vagy máshova pisilt? Na, az meg leült gondolkodni, nézd meg, ilyen filozófus lettem. Azért mondom, hogy az kosz. Na, vegyed föl, azt húzás haza. Na, itt már megint zajosak a szom... Na, azt oda megyek, főrugom a szomszédokat, most már elég volt. 10:30 van! Kedden 10:30-kor kell bulizni! Menjél oda, bazeng. Mennyi, azt most nyomod, most főrugod, ne üljél le gamingelni, most főrugjuk a szomszédokat. Hogy lehet? Gyere, most agyonrúgjuk a szomszédokat, bazeng. Most olyan bunyó, hát ezért gyúrtam ki magam. Miért nem lehet kopogni? Nem tudok bekopogni. Miért nem lehet bekopogni? Na jó, az mi az ott? Az egy kis izé szörny. Egy kis porcica. Ott az egy kis porállatka. Egy kis genyó. Nézd meg a kis genyót. Megkérjük genyót, hogy keressen értékeket nekünk. Hol az állatom? Ott alszik. Ott a kis genyó. Nagyon jó, keressél nekem pénzt, genyó. Ott nézd meg, a kis genyó az... Nagyon jó, talált nekünk egy játékot. Etessük meg a kis genyót. Mi a fasz ez? Nagyon jó. Na, hogy takarítom össze a port? Throwaway. Ja, úgy a főszeden. De hogy lehet amúgy takarít? Nem lehet hívni konszulját? Mennyibe kerül egy takker? Hát hívjunk már egy takarítót, az hol van? Hát majd mit? Én takarítsak? Hát híres influencer vagyok. Van ilyen takarító szolgálat? Business. Hol van ez? Fire department. Adoption. Hire a service. Ott a scheduled maid. Ott, igen, bizony. Ott a mamacitát, azt hívjuk. Így is van. Nagyon jó, holnap reggel jön a mamacita. Nagyon jó. Azt mondjátok, hogy a robotporszívó jobb? Hát, gondoljátok ti amúgy, de... Nekem már megvan a tervem. Jó. Fürdjé egyet, azt aludjá. Én nem tudok aludni. Mi lesz genyóval? Hát ő ott genyóskodik. Én nem tudok aludni. Too noisy. Nem tudok aludni, mert buli van a szomszédba. Gácó! Azt mondta, hogy gácó. Igen, az a lényeg, srácok, hogy tudom, hogy lehet porszívót is venni, meg tudom, hogy lehet bérelni takarítónőt is. Mielőtt végleg döntünk, én le akarom tesztelni, hogy melyik szív erősebben. Köszi. Na, egy jó alvás. A kis nem ilyen aranyos a kis genyúszott a sarokba. Jó, kelni kéne lassan. Itthonról dolgozunk. Nagyon jó. Etessük meg a kis genyót. Aztán együnk reggelit. Quick meal. Kék tejet lehet. Ne! Kék tejet reggelizünk. Hát ha Luke-nak bejött, nekünk is befog. Ha, annyira nem jött be neki. Mennyi pössenteni? Ez az.
Nagyon jó, reggeli kőkemény. Reggeli rönk. Etessük meg a kis genyót. Melvoy. És keressen nekünk kincseket. Talál kincseket? De ezeket berakja az inventory? Ott vannak! De nézd, mert itt talál nekünk ilyen. Mi az? Place in the world. Ott van! Hát nézd meg, hát a kis genyó itt berendezi nekünk a lakást. Várjatok már! Hát oda nézd, milyen jó. Nem tudom mi ez, de... Nagyon jó. Azt még ott volt valami nálam. Az mi? Electronic upgrade part. Na várjál, ez valami... Izé. Upgrade. De ezt hogy tudom használni? Tedd ki. Hát az egy RAM! Az egy bocsáska? Hát ott a házi azt etet nem is kell. Na álljál már meg, hova raktad le a izét? Hova raktad le a RAM-ot? Na, jött pénzem a Toy Review 1-ből 138 dodó. Vagy azt oda lerakta, és akkor az ott jó. Oda rakta az asztalra az elektronikus upgrade-et. Jó. Na, meló van, meló van. Get focused. Level video gaming skill. Na, akkor játszani kell. Hát ezt már szeretem, jó meló. Félmeztelenül, azaz, nyomod. Consuela be fog tudni jönni, várjál. De nem, azt mondta, hogy 10-15-re jön. Nem tud bejönni a madam? Vagy itt volt a madam? Ja, Wednesday. Azt mondja, Wednesday. De Wednesday van. 10-0. Nem jött a madam. Valószínűleg nem tud bejönni. Everyone but employees. Na, most már be fog tudni jönni. Nem figyeltem, basszus. Ott van a sárga. Mi ő az? Hát ez nem Consuela. Hát haló. Hát ne. Hát nem ki ez a Johnny? Hát nem ezt rendeltem. Hát Fetutilo. Hát nem ez volt meg... Na. Hát de... Na, hát vettem volna robotporszívót, bazd meg. Hát nem lehet panaszt tenni? De remélem főnyalod a padlót. Na! Hát tényleg robotporszívózni kellett volna. Ilyet. Pofám leszakad. Azt mi a padlót fölnye? Az már ott megint ki az? Hát te ki az anyám vagy? De mi spónolnak be forogni a szobámba ilyen parasztok? Á, köszönöm szépen Csabi az upgrade cuccokhoz a barkácsolási kisegítőt. Nagyon jó. Megvan a level up. Kicsit játsz a kutyussal. Úgy. Etesd meg a kis genyót. Ne énekelgess, én már itt takarodjál már ki a... De hát beszökött a pápai Joci a hálószobámba. Hát nem lehet rá rendőrt hívni. Hát húzzál már el innen. Hát a pofám leszakad. Azt a Consuela meg felsenyalta a padlót. De
De amúgy az tényleg nem lehet, de minek van a mélyt, hogyha nem nyalja föl a padlót? Akkor tényleg vennem kell robotporszívót? Vagy hogy kell itt takarítani? A dust, it feels lived in a high and seen in the faster cleaning mall. Minden poros, csupa por. Hát akkor lemondom, ez rövid életű volt ez a... Maid service. Szóval ilyen felmosót lehet venni? Vagy az csak simán porszívó, és akkor csá? Na, vakuum. Ezek nem a robotporszívók, mi? Melyik, mi a robotporszívó? A robotvakuum. Hogy van külföldiül? Rumba. Nem tudjátok, mi a neve a robotporszívónak? Hát a vakuumot írtam be, de azokat nem robotos. Robomop. Olyan sincsen. Át akartok verni. Robot vákum ott van. Úgy. $500! Hát egy hétig dolgozok én ezért. Ott van. És akkor az... Start cleaning routine. Várjál, hát át fog menni a kutyán. Ott nyomja! Bi-bi-bi-bi-bi-bi! Ott nyomja! A kis mikrobi. Etessük meg genyót. Várjál, dolgoznom is kell. Ja, már megcsináltam a munkámat. Még vehetek egy fókuszpotit. Ja nem, az csak egyet lehet venni mindenből. Ja nem, nincs elég pénzem. Kutyus, nem tudsz adni pénzt? Nem, akarsz menni pössenteni. Jó, menjünk pössenteni. Nehogy kiszökjön a robotporszívó. Úristen, azért a kamerakezeléssel vannak gondok. Ki takarítja az utcákat? Become companions. Nagyon jó! Egyák leszünk a kutyussal! Mi a bajod? Nem tetszik, hogy... Most komolyan belelépsz a... Hát te anyám, hát hogy lehetsz ilyen világtalan hülye? Hát most psza... Édes Istenem, hát belelépett a szarba. Na, legalább jó barátunk lettünk a kutyával. Hát hogy lehetsz ilyen balfasz? Most levakarja, vagy mit csinál? Ilyen egy hülyét. Ha vedd föl a kutyát, azt menjünk haza. Megint eltelt egy nap. Pápai Joci bejött. Consuela helyett Consuelót kaptunk. Hát ki vagyok teljesen. Hát ezt ki is posztolom Instára. Na, most a kérdés, hogy tudok-e a káddal fókusz lenni. Hogy mondtátok? Bubble bath, soap, és citruszok, lavanderenek. Nem, valami ízét mondtatok. Mivel lehet fókusznak lenni? A citrussal? Köszi. Nem vagyok bűzös, vagy bűzös vagyok? Na, nem, mindegy. Ott nézd meg az arcpakolást. Hát ki az? Beth Sturley. Halló? Do you wish you looked as happy as I do? You have the... Send... Azt kéri tőlem egy random csaj a telefonba, hogy küldjek egy forintot. Küldök! Meg fognak szkemelni.
Na most is akkor mi van? Ez az, fókuszdok lettünk. Köszi a tippet. Na, már megint izé van. De amúgy ugyanúgy koszva, hiába küldtem el a robotporszívót dolgozni. Gyerekek, ha valaki éppen... Te mit csinálsz, te hülye? Mi megy ki a robotporszívóm a folyosóra? Hát, mi a... Mi az anyám bajod van neked? Ahogy, de miért a folyosót takarítja a rob... Ó, oh, basz meg. Hát ez hülye, te. Hát ez a játék, hát kiégek teljesen. Hát kikapcsolom, ne jöjjenek be ilyen vámpírok, meg szomszédok. Barátok se jöjjön, ne jöjjön be senki. Most a robotporszívóra... Számlákat kifizettem-e már? Várja, olyan is van? A melyik az én postafió? Hol? Várjál, mi? Hol kell számlát fizetni? Hát ne idegesítsetek ilyenekkel. Inkább főzök egy vacsorát. Egy kis grillezett sajtod. Azt mondjátok, telefon. Telefonon is ki tudod fizetni. Ahol? Home. Bills. Auto sell, ez így, mi az, hogy sell? Nem akarom eladni. Most ez így jó. 6 óra van állítva. Power water. Akkor még nincs számla, jó? Hát ingyen itt lejmolunk. De miért ott tesz? Miért nem itt teszik? Hát hülye vagy teljesen? Nem szabad a hálóba enni. Ott a fürdőbe mosod el a tányért, te nagyon hülye. Viszont azt tényleg elmondhatnátok, hogy... Hogy takarítson normálisan a robotporszívó. Settings. Auto clean on. Addig megvakargatom a kutyust. Kajákból érdemes nagyon mennyiséget csinálni, és a maradékot tárolni a hűtőben. Ó, oh, köszi. Ott is van egy genyó. Az nem kell, csak egy genyó lehet. Jó, azt eltakarított. Ja, várjál, most a másik genyó is eltűnt. Aaaaaah! Eltűnt a genyó. Főszöppantott a robot. Na, mindegy. Hát most már egy porálatom sincsen. Menjetek aludni amúgy. Messzi, húzás aludni, éjfél van. Rib genyó. A világ legjobb genyója volt. Na, hol maradtam el a szabokkal? Hájas murkának megköszöntem a második giftjeit. Simazu Toyoshia, Zotya, Norbert, Iron Beagle, Pandamaci, Zuzmo. Köszönöm szépen, srácok. Köszi a támogatást mindenkinek. Jó. Na, újabb munkanap. Megint fókuszálva kell lenni. Na most várjatok, akkor cook a grand meal, ott nagyot főzök. Grand breakfast. Az mehet, na most olyan főzés lesz, beszartok.
Duv, Miscsi, micsoda? Le kell menjek más szímekkel interaktálni? Hát az biztos, hogy nem. Mikor léptetnek már elő? Van ilyen karrier információ? Vagy az csak itt van? Promotion requirements. Excellent performance. Hát ott vagyok. Média intern vagyok még csak. Na most nincs konszuélónk, mert robotporszívónk van, csillog-villog minden. Na, most én 12 tojásos rántottát készítünk. Ez az. Már hát hármas a fő. Hát mindenbe profi vagyok. Na várjál, és akkor... Grab a serving. Azt richtig a szobába eszi. Azt meg put away. Love day. Hát na, love day van. Hát Valentin nap. Nagyon jó. Nem érdekel minket a Valentin nap. Attól nem leszünk gazdagok és sikeresek. Jó, ilyen fókuszáló citrusos fürdőt vegyél, légy szíves, ne szalozz. Mi ülsz le mindig a szobába, te nagyon hülye? Nyomunk egy fürdőt, utána levisszük a kutyust. Ez az. Ölelgessed meg. Meg vakargassad meg. Mit lehet még vele csinálni? Most nagyon nem. Vedd föl, azt megyünk le. Ne üljél le, mindig leül. Ne hagyd, hogy elaludjon. Vedd föl. Esik az eső, hát nem fog neki tetszeni. Úgy. És... Nem tudom elküldeni, pössengetni? Nézd meg, ott hagyja egyedül ázni a kutyát az esőbe. Nagyon jó. Nem akarsz pisilni? De. Menjél. Hát te már érzem előre, hogy mi van. De a karakterem olyan lusta vágott, hogy egy percig nem csinálok semmit. És már leül. Föl tudom amúgy takarítani is, ha akarom? Most megint bele fogsz lépni. Figyelj, meg kéne prankelnem itt embereket. Cső, állj már meg! Állj már meg, ott is van egy tag. Állj már meg! Nem akar velem beszélni senki. Várjál, szétázik a kutya. Hát nekem itt mischiefet kéne csinálnom embereken. Nem mutatkozzál be senkinek, hagyd ott, vedd föl a kutyát. Úgy. Ne tedd le a kutya. Úgy. Menjél haza. Ez az. És ha nem csinálom meg a feladatot, akkor az nagy baj. Esőbe meg is lehet betegedni. Hát mennyi bajom van. Úgy kéne rekordolgatni amúgy. Egy intellektuális vlogot. Nem, mert ott megint elmúlik a... Elmúlik a fókuszom, azt megint rossz lesz a videó. Még csak egy videó van fönn a neten. De megint egy játék videót fogok csinálni. Kagabajiga! Szerintem a munkaidő beállítás, hogy keményen dolgozol, vagy nem, az csak akkor működik, hogyha elküldöd melóba. A futball, foci nap van. Football day. Nagyon jó. Karanga! Nagyon jó, toy review 2. Leírás nem kell. Ez az. Ülj le egy kicsit gammázgatni, mert látom, hogy szomorú vagy. Daisy,
Na most fókuszba így jobban megy föl a videójáték, azért lila. Mit csinál a kutya? Azt a tévét még egyszer nem használtuk, elég sokat elárul. Nem úgy ki tudom engedni a kutyát, de ha kiengedem, hova megy? Jó, na editálni kéne a videót. Addon komponent. Ja, itt lehet venni kiegészítőket. Hát vedd meg! Fullba nyomjuk, hát be kell fektetni. Itt van. Edit videó. Nessa Lee's the one that likes video gaming. Igen. Most kaptam egy traitet, hogy szeretek videójátékozni. Közben a gnómoktól még itt kaptam itemeket. Nem lehet őket egyből eladni? Na most nagyon editálok. Azaz, ott nézd, ott nyomja. Ott Da Vinci-be nyomja. Na álljál meg, mert... Mi ez a kis szar? De ezt simán rányomok. Add el. Úgy, hát ingyen 30 forint. Mi van a játék figurával? Legalább valami jó helyre rakja le? Aha! Nagyon jó. Na posztolni kéne a vidit. Uploadoljá. Ez az. Az inventory eladó részében nem kell kirakni. Köszi csasszit! Jó, uploadoltuk a vidit. Get to know. Ismerkedünk a kutyával? Hát ismerkedtünk a kutyával. De miért úgy megy a kutya, mintha be lenne rúgva? Ilyenkor fáradt, vagy pisilnie kell? Na most jobban érzi magát. Mit lehet csinálni, hogy a tévénél? Workout. Nem, nem, gyúrunk, nem olyanok vagyunk. Jó. 11 van. A Simstagram petnél lehet követőt szerezni? Ja, hogy tényleg meg kell csináljam a fotót? Ott milyen aranyos. Igen. És akkor serelni kell, vagy? Ja, itt ilyen izé van. Nagyon jó, és akkor hogy kell? Igen, és akkor mit csinálok? Na most kirakta? Nem tudom, hogy kirakta. Ú, megy magától a robot porszívó! Na bazzeg, a kutyusnak még pisilni kell. És hol tudom kivenni? Get leftover, ami nekem kell, ha ki akarom venni a hűtőből a... amit már megcsináltam? Vagy csak reggelit csináltam? Mindjárt fölveszlek, kicsi. Jövök. Nem, a kétszer is le kell vinni. De ne ragd le! Most föl se tudom venni. Ja, inventoriba teszi a képet. Aha. Köszi. Mindjárt csak kutyus dolog van. Ne szalad. Nézd meg, már egyből szalad. Ez olyan hülye a karakterem. Kamerakezelés, az már olyan, az még hülyébb, mint a karakterem. Úgy. És meg kéne dicsérni. Aj, nagyon ügyesen kagáltál. De ne lépj bele! Ügyes vagy. Ne.
De megint beleléptem a fosba! Hát ilyen van! Megint beleléptem... Édes Istenem, na most meg behozod a lakásba. Állításokba át lehet kapcsolni a Sims 3 kamera kezelésre, picit jobb. Aha. Köszi. Jó. Na várjál, mert random székekre leülünk. Sell to publication. Place them in the world. Nem engedi feltölteni. To post photos, place them in the world first. Szaros lábbal ülök még mindig egyébként. Miért kell kirakni a fotót, hogy feltöltsem? Eladom. Hát eladom publikát, mert a Nessikéből gazdagok vagyunk, ez az. Nagyon jó. És akkor hajnal 3 van, tetyám. A bioritmusunk felborul állandóan. Hú, ma van a szerelem napja. Már 235 követőm van. Föl kéne kelni, mielőtt itt összehúgyantod magadat. Ez az. Itthonról dolgozol. Szóval, hogy tudom? Have breakfast, de már főztem. A get leftover az oké? Okay. Tudom, az előbb megkérdeztem, de nem láttam a választ. Ending holiday. Igen, az. Oké, okay, köszi. Vöf, vöf, vöf. Morcos, mert rosszul aludt. Na mi a mai meló feladat? Be funny with 5 different Sims. De miért kell nekem viccesnek lennem? Get to know Sims in the Fashion District. Édes Istenem, ezek a feladatok. Jó, nem akarok itt szerelmeskedni, vagy mit kell csinálni? Romantic spirit. Várjál, hát szökik a kutya! Hát szökik a kutya! Támad meg az öreg asszonyt. Forgatni? Hogy tudom a kamerát ezzel az új móddal? Úgy. Még posztolnunk kell. Még elfelejtek posztolni. Kaptam pénzt. Ja, a toy reviewból jön a lóvé. Household kalendár. Itt mik vannak? Talent showké. Úristen, de ebbe a játékba azt nem értettem soha a Sims-be, hogy annyi mindent lehet bazeg csinálni, de semmire nincs idő, mert elfárad a karakter. Na, hívjuk haza a kutyust. Nem oda, menjél oda. Spino? Yeah, Fruz. Terfna. Plus. Gyere! Ja, de most az meg... Ja, most be van zá... Ja, de most zártam be, hogy... Look for all dogs. Jó, mindegy. Jó van, kicsi. Most nekem el kéne mennem szimeket. Inkább videózok. Inkább videózok. Csak remélem jó kedvű marad. Ezt látom, hogy mennyi ideig? Ugye 3 óra. Görgőnyomba tartás a forgatás, köszi. Már megint buli. Mi van ott? Hát engem nem hívott meg senki a romantikus part, mondjuk nincsenek barátaim azért, de... Ez az happy vlog videó. Nagyon jó a happy vlog videó, ez az. Azt most meg is editáljuk. Nem csinálunk ma semmit, mert rosszul aludt a karakterem. Mély vagy mérges?
szomszédokra rászóljunk. Pound on the door! Várjál, majd megvágjuk a vidit később. Ott most! Na most bazd meg! Ott, törjed be! Úgy is van. Nagyon jó rájuk szóltál. Látod, már kuss is van. Na gyere vissza vidit vágni. Megvágjuk a vidit. Ez az. És... uploadolod a vidit. Fáradt vagy és szarul érzed magad, miközben felfele töltöd a vidám videót. Hát ez jól körülírja az influencer életed. Jó. Adjunk már oda a labdát a kutyusnak, hogy játszon. Sose játszik a labdával. Mi volt ez? Kapta pénzt? Mindig jó a pénz. Nagyon jó. Hagyja a love day-jel, nem lavolunk ma senkivel. Jó. Amúgy nagyon szép szőrös volt a háta. De ott játszik vele a kutyus, nézd meg milyen aranyos. 4 óra. Nem lehet egy embert bedobni a hűtőből? Nincs ilyen izé? Energiaital? Higher stuff. Feltok venni egy séfet? Kukpetre... ja, tudok főzni a kutyusnak is. Upgrade. Mik vannak? Férfiasodik a karakterünk. Nem lehet egy kicsit így pihizni? Oda ledőlni, pihizni? Ne! Na ott egy picit pihizzél. Kutya meg ott pörög a kaján. Lehet benne borot... Na már megint itt valami cheerleading nap van. Még majd megyünk cheerleadelkedni, az első stream arról szól, hogy dolgozunk, mint a gép. Ne legyél szomorú, mély vagy szomorú, nézd meg egy vígjátékot Adam Sandler főszereplésével. Mindjárt jobb kedved lesz. Na, most flörtölő kedve lett. Hát ilyen van. Tévét néztél, azt egyből kanos lett. Úgy? Vidd le a kutyát. Na, ez már megint hívogat az $1 csaj. Ezret adjak? Tessék. Kicsalt belőlem egy kedves asszony $1000. De be fog jönni a pénz. Ő egy szaudi hercegnek a lánya, srácok. Adtam neki 1000 szimóleont. És tökre meg fogja érni. A kamera még mindig érdekes, mert föl akar vinni állandóan. Nem tudom főtakarítani, hogy ne lépjek bele. De most már nem tudok adni jutifalit a kutyának. Ne lépj bele a kakába. Ifrit. Megint belelépett, már megint belelépett a húgyos Jóska, bazd meg. Hogy tudom megoldani, hogy ne lépjen bele ez a nagyon hülye? Jó, menjünk haza, mert mindjárt elalszol. Úgy? Na, ma időbe lefekszünk. Elmész pisilni. Úgy. Á, nem is kell a fürdés. Mossál kezet. Úgy. Menjél szunyálni. Jó, na most ki tudja magát aludni, és hát, ha holnap normális feladatot kapunk a munkába. Nézd meg a kis robotporszívó, kitakarít, hát az a legjobb beruházás volt a robotporszívó.
Na, a kutyus fölkelt. Hova elaludt? Na nem. Kó kell föl már magától. Ébresztő! Na, büdös vagy. Jó van, akkor menjél fürdeni. Aztán menjél enni. Ja, ma nincs is munka, hétvége van. Ja, akkor még ma is meg tudnám csinálni a meló feladatot. De inkább videózunk. Meg posztolunk. Nagyon tiszta vagy, nagyon fókuszált. Eszel egy jót még véletlenül se az asztalnál. Mi pittyeg? Ja? Aló? Nagyon kedves voltál, rengeteget adakoztál. Közel járok, hogy elkezdjem a cégemet. De még 1000 kell! Jó, ne ezt tessék! Az összes pénzemet odaadtam egy random embernek, aki telefonon zaklad. Ma vasárnap van, úgyhogy egész nap videójátékozni fogunk. A video gaming skillt föl kell tornászni. Azt hiszem úgy van, de valaki rágooglizhat, hogyha nagyon prób, meg okosabb, mint én, hogy el kell érni a social media karrierbe bizonyos szintet, és utána lehet streamelni. Csak nagyon, én azt hittem, hogy már elő fognak izé léptetni. Nem tudom, mi nem léptettek elő még. Csak heti egyszer tudnak előléptetni. Az első napokat úgy megcsináltam, hogy csak na. Igazán előléptethettek volna. Ez az. Level 6-os, 6. szintű videójátékos vagyok. Ja, meg kéne csinálni az assignmenteket amúgy. Mi volt ez? Na most meg valami kínai fesztivál van. Mindjárt bemutatkozok ennek az asszonynak. Hello, asszonyom! Be funny. Ja, de 5 különböző embereke funny-nak lenni? Jó, fogd be a pofád már most ide, már mint hogy... Menjünk le a kutyával. Jó, köszi, fasza volt, örülök, hogy beszéltünk. De takarodj, de miért jössz be? Húzd, tak... Hogy kell, takarodjál haza? Én csak bemutatkoztam, nem hívtalak meg. Húzzál haza! Na nézd meg a vén satrafa! Az előléptetéshez be kell menni? Ja, hogyha itthonról nyomom, akkor nem... Ah. Akkor ez a baj, akkor viszont nem kell az assignment. Ah. Értem. Na hát akkor mehet egy intellektuális vlog videó. Konzorról is tudsz majd streamelni, ha elég magas a gaming skilled. Aha. Hát ez ilyen grind, gyerekek, ez a streamel élet, ez grind. Peaches, Mocsok, Miki, Lean, köszönöm szépen a támogatásokat nektek is. Köszi szépen. Most ez a videó megint nem sikerült, mert fine lettem közben. Na most gadgetekről csináljak a videót. Nem fogunk már elkészülni vele. Azt hiszem a Get Famous kiegészítő a streamelés. A kutyának meg mennie kell le. Jó, te review, oké. Okay. Leviszed a kutyát. Azért ezt a kutya levitelt, ezt megspórolnám. Tehát az első 10 alkalommal vicces volt. Erre nincs valami megoldás? Hogy a kutyát föl kell vennem, le kell vigyem.
vegyél macskát. Nem. Nagyon meg fogja ezt hálálni a kutya. Valahogy. Hát igen, kertes ház. Hát majd a streamer életből összegyűlik. Nézd meg, milyen szépet rakott az út közepére. Megy is a jutifali. Milyen peckesen megy a kutya, amúgy rohadt vicces. Jó. Most elaludtál az utca közepén? Mindjárt mehetünk aludni, este 11 van. Megvolt a kulel. Várjál, most két videóm van. Na még éhes is vagy. Egyél. Úgy, feküdjél aludni, mert sose alszott ki magad, majd holnap föltöltjük a vidiket. Kutya pelus. Igazából a robot porszívó feltakarítja, ha otthon pakol le. Végül is? Ezeket a képességcsíkokat lehet fejleszteni, hogy lassabban fáradjon a karakter? Na ezt nem tudom. Ez egy jó kérdés. Hú, beköszöntött a nyár! Ma van meló? Nem, ma sincs meló. Jó, prank day. Ú, hát ma nagy prankelős napok vannak. Meg kéne mutatkoznom öt szímnek. Az volna jó. Jó. Kéne öt funny introduction. Funny introduction, lemegyünk az utcára, azt funnyzunk emberekkel. Hello. Funny vagyok. Hello. Na, kettő. Jó, nem kell túl sokat ismerkedni. Funny. Jó, ne csetelgessé vele! Na ez is itt izé, funny introduction. Úristen, de rossz, ismerkednem kell emberekkel, hát szörnyű. Ára, Budi! Jó, mehetsz a következőhöz. Ne, mutatkozzál be! Funny introduction. Ez az. Miért totálisan leignoráltak? Gyere a kosaras csajhoz! Na de hát az is elhagyott. Pranav Gandhi! Hagyjál már a hülyeséged, de Gandhi! A karakterem. Na, azt lementél. Nem állj, bedepressziózod magadat a vízbe, gyere vissza. De a kamera, ez a föllemenő kamera, te. Funny introduction, gyere. Úgy, legyél vicces. Ez az, nagyon jó, hagyd ott őket, jó? Jó, hagyd, nem kell beszélgetni, menjünk haza, mert vár a kiskutya. Nagyon jó. Teljesítettük, srácok, teljesítettük. Öt emberrel viccesek voltunk. Ennél többet nem vagyok hajlandó tenni az ügy érdekében. Jó. Na mehet a hatalmas videójátékozás.
Igazán streamelhetnéd is, tetyám, hogy valami legyen. Ja, mik ezek a gondolatok? Ezt nem is néztem. Ezek a feladatok? Ja, ezekért is kapom a pénzt. Ezekért is kapjuk ezt a különleges szíme vásárlópontot. Ja, megcsinálom, amire gondol. Mi van, kutyi? Pössenteni kell? Na, még van kaja a kajáltatójába. Vagy automatikusan ott kéne lennie? Nem amúgy. Onnan el kéne takarítani. Meg kéne enni. Nézd meg, hát videójátékozás előtt teljesen ott ragad gyakorlatilag. DLC-k nélkül is jó-e a játék? Ja, persze, meg egy fokkal egyszerűbben nincs tele ennyi mindennel. Ne akarsz már menni, mi kutyi? Hogy ül ott az ajtóba? Menned kell. Tudom. Bírjad még egy kicsit. Azaz. Hát te a kutyaleviteltől ki vagyok. Majd alig várom, YouTube kommentekbe valami szuperrobotot javasoljatok. Karakterem meg egyből leül. Mi az ott kinőtt egy... Mi hát ott kinőtt egy növény az út közepén? Öntözd meg! Nem szereti a kertészkedést. Hát én nem tudom, egy csak ott... Kibeszélem a kutyával a problémáimat. Jaj, de nehéz életem van, kutya! Ugye? Neked is jó. Ettől nem éreztem jobban magam. Nem tudom amúgy, hogy a kutya ürülékéből nőtte ki a növény. Ez egy jó kérdés. A robotporszívó rendben van? Ja, lehet, hogy tele van a robotporszívó? Várjál már. Ja, tényleg ki kell üríteni a robotporszívót. Pü-pü-pü-pü-pü. Jó. Na most már alig várom, mert azért szenvedtünk most, hogy izé volt. Hétvége. Na most már holnap bemegyünk a melóba, és akkor előléptetnek, és akkor minden jó lesz végre. Na, ott már megint anyáznak. Menjék ki, verjed be az ajtójukat. Fogd be a pofád, vagy bemegyek a szájó ruglak, te! Ott még nyomjad, hát ne hagyd abba! Rohadjál meg! Nagyon jó be... Mi van? E? Veszekedjünk vele! Még kell mindig üvölteni, te patkány! Te! Nincsen jobb dolgot, Karen! Te! Patkánykép vent, az mi? Ott, üvöltözzé vele, azaz, te, bolond hárpia, te, hogy szíjad ki telibe, Mónika. Hány álmatlan éjszakát okoztál te a kardos kútiaknak? Na, akkor takarodjál haza. Úgy, beléd is. Jó, ne, jó volt, elküldtünk mindenkit a vérbe, tök jó. Aludjál, éjfél van. Mehet amúgy, hát akkor ilyen izé rend videót lehet csinálni, ha angry lesz a karakter. Ilyen fogunk halni álmunkba, mindegy. Teljesen jó. Lehet venni perk pontokért, hogy jobban bírjam a fent létet?
Aha. Na majd megnézem. Miket tudunk fejleszteni. Sok ilyen reward van, de ezek ilyen egyszer használatos potionök. Heat acclimation. Aha. Itt vannak ilyen izé traitek. Great storyteller. Ah, mennyi... Igen, itt vannak ilyen. Waterproof. Nem ázunk meg. Inspired explorer. Na ez igen, itt vannak ilyen cheat traitek, ahogy nézem. Az menő, köszi. Jó, és akkor most bemegyünk a munkába. Csak előtte egyél. Remélhetőleg nem késünk el. Ezt a kaját egy hete főztem, és azóta azt tesszük. Na már megint donét kell. Már megint egyezze. Kiforgatsz a vagyonomból! Remélem valami $1 millió bizniszt kapok. Na, elment dolgozni. Remélem előléptetnek. Na, jött postám, azt írja. Nessali shift is really so... He's been pacing over so I think I have to die. Ne, dolgozzál, dolgozzál, kőkeményen dolgozzál. Megkérdezte, hogy lazsálok-e a munkahelyen. Nem, mert az életben nem léptetnek elő. Aha, na most vonta le a számlákat. Na közben hazajöttem. Vagy még nem vonta le, csak megkaptam? Na közben itt a hippi is azt mondja, hogy barát lettem valakivel. Hol van ez? Home? Bills. Szerintem vonja ezeket itt magától, nem néztem a pénzemet. Igen, ezt kicsit el kéne takarítani. Légy szíves. Na már megint mennyi pénze? Mi van? Már megint kell egy ezres? Ki kell fizetni? Nem tudom kifizetni, mert odaadtam egy random embernek. Ja, ott van, pay bills. Megvan, köszi. Nehogy kikapcsolják az áramot. Na, előléptettek a meló helyen? De rohadtul nem léptettek elő, srácok, ha átvertetek. Vagy majd holnap? Tudom, posztoljunk szociális médiára, mert az a feladat. Nem, ez egy nagyon nagy üzleti döntés lesz. Tökre, tökre. Call Sadness Hotline. Édes Istenem. Jó, hatalmas posztolgatások. Sose léptetnek elő. Már megint mit kere... Na, ott... Az Babatunde? Az ne, az Papatunde, Ndidi. Hát meglátogatott az öreg, mert ez egy jel. Ez egy inspiráció, de csak egy szellem volt, már el is tűnt. Lát, az Papatunde volt, az öreg. A híres nagymester. Na, ez egy égi jel. Ez nem lehet véletlen. Advertise. Ott már, ott szponzi. Lehet szponzit nyomni. Közben szomorúan hirdetem a szponzit. Hol a pénzem? Kaptam pénzt. Jaj. 163 követőt elvesztettem? Hát és hol a pénz? Na már megint a Gandhi hív. Azt mondja, pecózhatok-e nálad? Hát gyere, persze! Hát ennél szarabb, gyere Gandhi! Hát gyere! Gyere Gandhi, persze! Érezd otthon magad, a kutyát vidd lehugyozni. Na. De hát nem is kaptam pénzt a szponziért. Na most hány követőm van? Adjál már, nem megyek veled sehova. De random emberek bazzang itt irogatnak, hogy mi van.
200 követőm van. És úgy, hogy 163-at vesztettem a sponzival. Az fasza. Tudod mit? Inkább videójátékozzunk. A kutyát szeretgesd meg, de azt is mindjárt le kell vinni. Ja nem, mert alszik. Édes Istenem. Se holnap is bemegyek dolgozni, de holnap se léptetnek elő, lázadni fogok. Kutyát is meg lehet amúgy fürdetni. Ja nem töltöttem föl a videókat se, basszus. Még van egy. Igazatok van. Az mély villogott? Ja, ott a fesztivál hirdetés van. Jó, gyorsan egyél. Az a baj, még nem álmos a karakterem. Pedig kéne aludni, 11 óra van te. Hol van vajon a hippi ember? Mindegy, majd jön. Na! Megjött a hippi, nézze, hajnal egykor beállít a hülye gyerek. Édes Isten, ha nem volt elég bajom, most még egy hobót is befogadtam. Hát lerakta, azt szét lehet lopni a cuccait? Open suitcase, hát ott azt mindjárt kilopok be, és most kell bezárni, loot! Csóró tünde. Figyelj, ide bepakolt, azt elment fesztiválozni, tehát hogy teljesen jó. Na, meg, na, azt már lopja ki a hűtőből a kaját. Hát legalább valamit főzzél. Na, ott meg fáj a dereka. Hoppá! Felnőtt a kutya! Ez az, most már tud úszni, tud lépcsőzni, sétálni és trükköket tanulni. Na, és le tud-e menni egyedül húgyozni? Ott nagy kutyó lett. Na és, na most, ha azt mondom, hogy ezt tugó poti, akkor lemegy? Ja, nincs ma munka, vagy mi van? Ja nem, csak még nem csilingel. Azt írja, tud lépcsőzni. Na nézzük meg. Srácok, most beérik. Most minden beérik, amiért eddig küzdöttünk. Menjél le! Igen, a lesz be a lépcső, az nem lift. Nem tud lemenni. Jó, akkor let out. Mi van, ha kiengedem? Bakalú! Ja, nem tud. Kinyitottam az ajtót. De most föl kell vegyem ugyanúgy, mint gyerekkorába? Hát az anya, de nincs lépcső a lépcsőházba. Most lett egy ugató macskám. Na most nem kéne lehagyni az utcán a kutyát. De most ne kell már rá, de most rá kell szólnom a kutyára, hogy na úgy, úgy. Úgy, kinyomta. Ez az. Kaga, kaga, nincs kaga? Mennem kell dolgozni. Nézd meg, azt meg a lopja a kukát a hülye Gandhi. Jó. Én nem tudom, ezért le ne üljé a stream, le ne ülj, ne takarodj a számítógépemtől, nem! Ne, na, az anyád. Jó van, elmentem dolgozni. Nem lehet-e bevinni a melóba? Na, ezt látjátok? Nem tudom.
Na, azt ott ül, azt telefonozik egész nap. Na, a kutya meg unatkozik. Na. Ez az, kerestem $100. Takarítsd el. Hát rohadtul nem léptettek elő. De nem áll, hogy ennyi idő az előléptetés. Hát ez tök gáz. Ja, hogy rá kell kattintanom akkor az ikonjára, amikor dolgozik, és úgy a workhardot beállítani. Na jó, ezt én értem. Na, az meg fekvő támaszozik a hülye a szob. Nézd meg. Édes Istenem. Én inkább megfürdetem a kutyát. Oda nézd, milyen ügyes! Hát lehet, hogy cheatkódozni fogunk az előléptetésre, hogy tudjak streamelni. Hát itt megszenvedünk mindennel. Nem amúgy. Nem fogunk. Nézzétek meg, milyen szép lesz a kis gugya. Na, hát azt mondjuk, majd fő kell takarítani. Na úgy, nagyon ügyesen főtakarítottad! Ne panaszkodjál, örüljél, hogy itt lakhatsz, te idióta barom. Jó. Oké. Na, innen fogjuk akkor folytatni. Sáveg, áme! Ó, és ott alszik, már a kanapén alszik. Milyen aranyos. Jóban kell lenni a munkatársaddal, hogy előléptessenek. Hát nem tudom, be kell menni most már, azt le kell fizessünk valakit, mert nem lesz ez így jó. Hát így sose leszek streamer. Édes Istenem. Hölgyeim és uraim! Kedves fiatalok, ez volt a bemelegítés. Megtanultuk a játék alapjait, rájöttünk, hogy lakásban kutyát tartani hülye dolog, lett egy csöves vendégünk, a pénzünk 90%-át elutaltuk egy indiai befektetőnőnek, nem léptetnek elő a munkahelyen, cserébe nagyon sokat videójátékoztunk. Nem tudom, hogy mi a tanulság, de... De minden kezdet nehéz. Állítólag, aki itt volt cseten, az úgy tűnt, mint aki élvezi, úgyhogy én ennek örülök. Köszönöm szépen Ninim, Sumika, Áron, Lunameri, Dante, Penta, vagy Pentek, Extras, Davidson, Peaches, a támogatásokat mindannyiótoknak, köszi a figyelmet. Holnap folytatjuk, nem? De igen. Holnap 14:30-tól, innen csapatjuk tovább. Hát még nem látom a kiutat, de majd most elkezdek googlizni, meg Sims videókat nézni, azt rájövök, hogy hogy leszek híres videójáték streamer, mert ha megvan a pénz, akkor lehet házat építeni, meg lehet kalandozni. Egyelőre össze kell szedjük a nagy lóvét, hogy lehessen egy saját házunk, ahol ki tud menni a kutya húgyozni. Tehát az első stream arra volt jó, hogy letisztázzuk, hogy pénz. Pénz kell, hogy házat építessünk, hogy ne kelljen a kutyát lehordani. Ez a lényeg. Úgyhogy most csak ez a fókusz, pénz. Eddig ezen forgolódjatok éjjel. Srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Viccet félretéve, mindenkinek kellemes estét, és találkozunk holnap délután is. Szevasztok, srácok! Pappáááá!